Régi életek sok furcsa titkát belepte már a moha, mint ahogy belepte az ösvényeket is régen, amelyeken hajdan emberek jártak, ismeretlen célok után, s melyek ma már nem vezetnek sehova. Legyen ez a történet tisztességadás, ácsolt fakereszt az emberi vadonban, múló emléke hajdani időknek. A Funtinelli boszorkány. Vas Albert regényének rádióváltozata. Első rész. Az Ursubeli leány. Ott állt az Isten széke, magoson a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú Galonya, a másik oldalán a Bisztra patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volna a hegyek közé. Ma már nem jár arra, ha pihenni akar. Elűzték az emberek. De 60 évvel ezelőtt még zárt erdő volt mindenütt, le a Marosig. A vécsi báró tudta magáénak. Övé volt-e? Évente néhány napig igen, amikor ősszel szarvasbőgésre feljött. De máskor, ha jutott belőle embernek valami, az legfeljebb vén szándru lehetett, ki tavasztól őszig ott legeltette juhait. Vagy Tógyerik, kinek csapdái voltak egészen az Isten széke alatti nyeregig. Messziről jött ez a Tógyerik, nem volt rokona senki a közelben. Asszonya nem volt. Csak egy leányka jött vele, mezítláb. Aztán, ahol az Ursupatak haragos zúgással a Bisztrába ömlik, Tógyerik megállt. Hol legyen a ház, Nuca? Jó lesz itt? Ahol a nagy sárga pillangó, ott. A ház fölépült. Furcsa ház volt. Nem volt benne egyetlen vasdarab sem. Nem szögletes volt, ahogy illik, hanem kerek, mint egy mékas. Mikor az utolsó zsinde is fölkerült a tetőre, vállára akasztott egy kötésre való rozsdás drótot, és elindult fölfelé az Urszón. Itt is, ott is felállított néhány csapdát. Alig hullott le az első hó, ott volt Tógyerik a dédai kocsmában. 5 nyestbőrt és egy vidrabőrt tett le az örmény kocsmáros elé. Még 2 hozol, s jó lesz. Volna eszed. Egyet se érted, és még adsz 20 font málét. 20-at. Én inkább soha se láttalak volna. Mit gondolsz ezekért? Hát bőrök ezek! Hallgass, ördög korcsmárosa, hozhatok még többet is. De adj most 2 véka málét, meg egy kötés hagymát. Meg 2 font túrót, meg egy üveg olajat. Tél van. Gyere hajtani! Itt vannak az urak vadászni. Pálinka lesz. Menjen a bánat. Vigyázz, ő Mitru, a vécsi báró plájásza, számadója. Hallod-e? A ház, amit csináltál, az úr helyén van. Övé az erdő mind. Kértél rá engedélyt, ha? Az erdő az istené, nem az uradé. De aztán éjszaka mégiscsak fölkelt. Kidecögött az ajtón, elindult az Urszun fölfelé, cammogó répésekkel, de mégis sebesen. Mint a medve, mikor utazik. A vadászaton tette a dolgot, mint a többi hajtó. Egyedül ő mondta meg előre, merről jön a medve, hol lelik a disznókat. A vadászat közben a vécsi báró az urakkal elindult, hogy megnézze a Tógyerik házat. Erre, kegyelmes báró úr! Azt mondjátok meg, urak, hogy mi több, ha egy medvét lő valaki, vagy pedig ha 2 disznó? Egy medvét, vagy 2 disznó? Igen. Én sem, báró úr! No, bandéjacsém, mit szólsz te ehhez, hadd lám? Kegyelmes báró úr, a disznó mindenképpen előkelőbb, mint a medve. A disznó előkelőbb, mint a medve. Magyarázd meg a dolgot. Hát nem a kegyelmes báró úrtól hallottuk többször is, hogy ebből vagy abból a disznóból képviselő, főispán vagy éppen miniszter lett. A medve pedig még ez idáig nem töltött be a hazában semmiféle hivatal. Egy kutyakölyke, ez aztán kiváltalanát. Így áll meg egy fél pint bort erre a mondásra. Okos fiú vagy, nem hiába Vén Szandrú öreg juhász fiából leszel úrféle. Ez az a ház, kegyelmes báró.
Bár úr, ebben lakik az a tó gyerik, aki előre megmondta, hogy az első hajtásban nem lesz semmi, csak a másodikban. Hé, gyere csak idébb! Te vagy hát az az ember, aki ezt a furcsa házat építette? Akinek furcsa, legyen furcsa. Gyertek, urak, utánam a pallón! Nagyon csúszik a lehántott fenyőrő. Mitru, segítsetek a gróf úrnak! Nem tudok, nagyon csúszik. Milyen ügyetlen a bácsi. A te leányod? Ennyi. Szép gyermek. És a feleséged? Nincs. Aha. Furcsa ház. A fenébe is nagyon furcsa. Hol tanultál ilyet építeni? Sehol. A ház ellen nincs kifogásom. Azonban hallod-e? Nem jó helyre tetted. Ki választotta ezt a helyet? Én, vagyis a sárga pillanat. Nekem itt sehogyan sem tetszik, hallod-e? Vidd át oda, Ni! A túlsó oldalra! Holnapra ott legyen! Ha nem, lebontatom az egészet! Hé, ember! Kérd meg a kegyelmes bárórat, hogy adja kölcsön azt a két bivaját, amivel áthúzhatod. Jó, még hogy a túlsó oldalra! Két bivaját! A túlsó oldalra! Lebontatja! Ne sírj, na, te leányka! Hát úgy szereted ezt a csúnya házat. Hadd simogassa meg a szőke fejecskéget. Ne nyújj hozzám, rossz ember vagy, rossz! Nézd csak a kis vadmacskát, de fölvágták a nyelvét. Ebből is jóféle feleség lesz, hát még anyós? Ne sírj te, hiszen csak tréfált a báró úr. Nem akarja ő a házatokat bántani. Nincs nála jobb ember az országban. Ha nem sírsz többet, hozok neked egy mókust. Igazán? Leányka, na, vesz egy ezüst forintos. Kelengyére való. Vedd el, na, és csókolj kezet a kegyelmes báró úrnak. Látod, milyen jó ember? Miért csókoljam a kezét, ha jó ember? Inkább az arcát. A leányka a báró nyakába ugrott. Megcsókolta. A báró egészen elérzékenyült. Karácsony előtt Tógyerik bement a régeni vásárba bőröket eladni. A báró forintjából takaros kis csizmácskát vásárolt Nucának. Nuca kacagott örömében, felmarkolta a havat, összegyűrte keményre, s hátba vágta vele Tógyeriket. Az öreg egy pillanatig tűnődve nézett a leánykára, aztán maga is gombolyagot gyúrt, s gyöngéden belehajította a leányka nevető arcába. Később Tógyerik nekiindult, föl az úrszúnak, hogy kitisztítsa a csapdákat a hóból. A leányka meg elővette a kosárnak való fűzfavesszőt, és fonni kezdett. Fogyott a málé liszt. Tógyerike reggel betett két nyestbőrt az átalvetőbe, azzal elindult. A kocsmában az átalvetőt odarögte a pultra. Tömött pálinka szag facsarta a levegőt. Egy tanyás gazda vitte a szót. Ráordítottam! Hörnyete! De a farkas csak állt, akkora, mint egy bornyú. A kutya a lábaim között sonyít. Fut ki az asszony is a fákjával, de a farkas csak állt. Mi kell, öreg? Málé liszt, túró, olaj, fagyugyertya. Itt a két nyestből. Vidd régenbe, mint múltkor. Oda viszem, ahova akarom. Add, amit mondtam. Zöld volt a két szeme. He-he. Nekem ugrott. Ott a házam lépcsője alatt a bestedők. De bele is szúrtam a vellát a gyomrába, hogy csak úgy nyögött. Mese! Azt mondod, hogy hazudok? Aki azt mondja, hogy a farkas oda megy a házhoz, és megtámadja az embert, az hazudik. Azt mered mondani, hogy hazudok? Te kutya, te senki parasztja, te jött-ment, ki vagy te? Mind van neked? Van tanyád, van kerted, van földed, vagy erdőd? Te sehonnai! Agyonveri! Ne keverj a pultot! Öreg, itt a holmit hord el magad, míg agyon. Engem egy hazug nagy szájú. Megmarkolja a botját! Fejbe veri! A tanácsnak vége! Agyonütötte. Ha már hazudik, viselni magát emberségesen. Túrót, Málé lisztet! Nem mozdul a tanyás gazda. Talán vége. Jobb innen mielőbb el! Itt a túró, a Málé liszt. Vidd, csak erej! Tógyerik kilökte az ajtót, és a kitóduló pálinka gőzös felhővel együtt kilépett a jéghidegen csillogó utcára. Még el sem érte az utolsó házat, mikor futó lépések szapóra csikorgását hallotta a háta megett. Egy csendőr kiáltott rá. Állj! Állj meg, hé! Mit akarsz? Add a kezeidet! Minek az? Minek? Hogy rátegyem a bilincset! Előre, gyerünk! Az általvető. Duró is Málé liszt van benne. Musza várja. Hé, te asszony!
Vidd be a házba, és őrizd meg, ami benne van. Ezé az emberé, az úrszubelié. Majd érte jön valaki. Igen, csendőr úr, igen. Gyerünk! Miért? A te botod véres! A tanyás nekem jött. Földre dobott. Megütöttem. Látod, ember? A korcsmáros szánja régen beviszi a tanyás embert. A halálán van. Nuca nézte a völgy felé elvesző nyomot, amit Tóth Erik reggel taposott magának. Napok múlva, hogy nem jött vissza a táti, elindult. Lassan haladt a nyomokon fölfelé. Aztán az egyik csapdánál rábukkant egy nyestre. Még élt szegény, kínlódva vonaglott. A gyermek lelkén átborzongott a szánalom. De aztán mégis néhány gondosan célzott ütést mért az állat fejére. A csapdát felállította újra. Napok teltek el, és az öregnek nyoma sem volt sehol. Hiába kutatta át a házat, nem volt több ennivaló. Egyre az ösvényt lesve, meg délig várt. Aztán felhúzta a kis csizmákat, magára vette a nagy kendőt, és nekiindult. Táti 3 nappal ezelőtt elment. Azt mondta, idejön. Hát itt volt az igaz, de hát összeverekedett egy ember. Valami történt, és aztán a csendőrök elvitték magukkal. Elvitték? Hova? Hova? Honnan tudhassam én azt? Van régenbe. Ne nézz így rám, nem az én hibám. Egyedül vagy otthon? Adtam neki málélisztet és túrót, olajat, gyertyákat. Az ott van az átalvetőjében Spiridionéknál a falu végén. Eredj érte, téged illet. Ki főz rád? Ki gondoskodik fáról meg vízről? Én. Ki más? Rossz se lesik ebbe a világba csendőröstől. Itt van kenyér, szalonna. Egyél, hozok egy csupor tejet. De ha Táti hazajön közben? Attól ehhez nyugodtan. Nesze itt a bicskám, egyél. Fogjad, egy ezüst pénz. Tedd el, még hasznát látod. Az én leánykám is ekkora, ha arra gondolok, hogy egyszer ő is így maradhat. Egymagára. Hogy tehetném? Ügyelnem kell a házra, és ott vannak a csapdák is. Táti rám bízta őket. Csillogó térült a hegyeken. Néma, méltóságos. Teltek a napok. Minden nap elvégzett minden munkát a ház körül. Várta a Tátit. Néha kezeibe temette az arcát és sírt. Nem hangosan zokogva, gyermekmódra, hanem némán, mint az öregek. Egyik nap vendége érkezett. Adjon Isten, leányka! Én birtalan vagyok Szalárdról, az éltető uraság számadója. Ezt mind neked hoztam. Kenyér, szárított hús, szalonna, alma, mézes kalács, s itt ebben az acskóban szopócukor. És miért küldi nekem az uraság? Hallott rólad, vagy mit tudom én. És Táti, nem jön haza? Ezt nem mondanám, de hát nem lehet az ilyesmit tudni. Az urak sok mindent csinálnak, amit nem lehet tudni. Az urak? Na most gyere ki a patakhoz, megtanítalak halat fogni télen. És az idős ember megmutatta, hogyan kell léket vágni a jégen. Az összekapart szurkot meggyújtani, majd alányulni a vízbe, s puszta kézzel megfogni az odagyűlő halat. Nuca azonnal megtanulta a módját. Az öreg birtalan nem győzte csodálni. Makacsul tartotta a tél a világot. A leányka hiába várta Tógyeriket. Közben szorgalmasan járta a csapdákat. Vasárnap templom után az emberek összegyűltek a kocsmában. Csupán a közelben állók látták meg az úrszubeli leánykát. 6 bőrt hoztam. Mit adsz értő, kocsmáros? 10 font málélisztet, s 2 font túrót. A 6 ér? Tám bolond vagy? Én pénzt akarok értök. Azt mondd meg, hogy mennyi pénzt adsz a bőrökért. Forintot darabjáért. 2. Annyit nem adhatok. De hát legyen 1 10. Azért nem adom őket. 1 50. Nehogy odaad neki ennyi érte, leány. Rajtad akar meggazdagodni. Elviszem én a bőreidet régenbe magam. Cseppet se félj. 2 50-et fizetnek ott az ilyen bőrökért. Én fizetek neked darabjáért 2 forintot itt helyben. Mutasd azokat a bőröket, leány. Szép bőrök, hát 3. 3-at adok darabjáért. 3 × 6 = 18, itt a 18 forintod. Leányka, ügyelj, el ne veszítsd. 3-at adott darabjáért. Megéri az. Itt egy ezüst forintos kocsmáros. Ezért adj nekem málélisztet és túrót, néhány hagymát is. És egy kis mézes cukrot is, ha futja belőle. Ha maga régenbe megy, akkor a pénzt szeretném elküldeni Tátinak, akit bezártak volt az urak. Talán hasznát venné. Add ide a pénzt, ha megbízol bennem. Majd én elintézem, hogy a Tátinak... Sírt is hozok felőle.
Jövő hónap első vasárnapján újra itt leszek, érted? Mától számítva a 26. nap, érted? Csinálj 26 pálcikát. Egyet minden reggel elégedsz belőle, de csak egyet, s mikor az utolsót is elégetted, akkor lejössz ide. Igen, Táti megkapja a pénzt. Isten áldja magikat! Igazán elviszi ezt a pénzt az öregnek? Hozzá se eresztenének. A polc sarkában fogytak a pálcikák. Nuca minden reggel levett egyet, s elégette. Olyan volt ez, mint valami babonás szertartás. Azon a hajnalon, amikor az utolsó pálcikára került sor, serényen ugrott ki a bunda alól, s elindult. Még a levegőnek is ünnepi illata volt. Adjon Isten! Az az ember nincsen itt. Ma kell megjöjjön Tátitól. Hát csak ülj le szépen, mert még nincs itt. Hé, te vagy itt, te urszubeli! Okosabban tennél, ha lejönnéd a faluba szolgálni, sem hogy úgy élj ott magadban, mint a vadok. Úgy látszik, nem nagyon kedveled a munkát. Elfordítod a fejedet? Jó féle leszel, nem féltelek én. Majd 4-5 esztendő múlva a gyertyákat írja fel korcsmárosunk. Ez a szekeres tán a te kupeced lesz, mert errefelé még szánkóval járnak az emberek. Jó napot! Na, leánykát, itt vagy! Már reggel óta vár, szegényke. Nem jöttem előbb. Vásárban voltam, disznajón. Megtalálta? A Tátit? Örvendezett a pénznek? Örvendezett, hát. De ide figyelj, ő is küldött neked valamit. A Táti? Küldött? Igazán? Ezt hoztam neked. Egy ködmünkét, meg egy szoknyácskát, bocskor, színes cukor, fogjad. Ez még pántlik a hajadba. Ezt mind a Táti küldte? Ő hát, nem is a főispán. Azon kívül küld még neked 2 kecskét is, gidózó mind a kettő. Meg 6 idei bárány, gyalogosan hozza Gyurkusza bácsi, az André nyászai tanyás. Ott tartja magánál, ameddig kinő a fű, érted? Státi, üzent valamit? Üzent, hát, hogy viseld jól magad, meg ügyes voltál azokkal a bőrökkel. Azt is mondta. S mikor jön haza? Hát még el kell teljen egy kis idő. 5 év az nem is van kevés, na de lehet, hogy hamarabb. Azok is emberek ott. Kocsmáros, adj már egy pohárral az istenit a fejednek, az ember nem bírhatja ezt csak úgy. Mondja, be van zárva igazán? Be. Bezárva ketrecbe, olba? Az ember nem állat, hallod, de egy nagy házban lakik, ahol sokan vannak még olyanok, mint ő, dolgoznak. Aztán ha kinő a fű, eredj el az André nyászai Gyurkucához a kecskékért meg a bárhányokért. Hát, Isten fizesse meg. Köszönöm szépen. Rendre kinyílt a tavasz is, mint az imádság. A telet eltemették az erdők. Egyik reggel elindult az André nyászai Gyurkuca tanyájának irányába, s meghozta az állatokat. Néhány nap múlva legidóztak a kecskék. A nagyobbiknak 2, a kisebbiknek 1 gidája született. És egy őzgidó is született az urszubokrai között. Este fele hallani lehetett a sírását. Egyik nap délelőtt Mitru, a báró plájásza, számadója jött fölfelé a patakon. Na, hát élsz még? Élek hát. Aztán ki ez a sok állat? Itt nem lehet csak úgy legeltetni? Kértél rá engedélyt valakitől? Kitől kérjek? Tőlem, na. Hát mit adsz, ha megengedem? A szarvasok mit adnak? Meg az őzek? Nyelved van, azt látom. Hát ide figyelj. Egész télen át csapdáztatok, s nem szóltam semmit. De ezentúl minden harmadik bőrt beadod nekem, érted? A bárányokból pedig ősszel 2 elviszek legelőbb érben. Megértetted? A leányka kezei ökölbe szorultak, ahogy Mitru után nézett. Azért szabad így beszélni, mert puskája van. Nem mindegy, hogy ott rothat a fű, vagy lerágja a bárány. Hirtelen lövés dörrent a közelben. Arrafelé futott, s látta, hogy Mitru egy őzet igyekszik a nyakába venni, majd elsiet a falu felé. És nem sokára meghallotta a sírást, az őzgidó panaszos sírását. A hang után iramodott, málmavészen törtetett keresztül, apró lábak dobbantak, s egyenesen a kezei közé futott. Egy csepp kis, pettyes őzgidó. Fényes fekete szemeiben megvillant a rémület, de nem kapálódzott. Hagyta, hogy a leányka ölbe vegye. A gidót a kecskékhez vitte. Az egyik megszagolta a kis őzet, és nem tiltakozott ellene, amikor az szopni kezdett. Egyik nap teleszedett gombával egy fűzfakosarat, és levitte a faluba. Te vagy az? Mi kellene, ha? Máléliszt, sajt. Egy kis gombát hoztam, friss, ma szedtem. Vacak, rókagomba van annyi, mint a szemét. Te! Te leány! Kié vagy, hogy idehozod, amit szedtél? Az erdőjé. Ó, gondoltam.
Te vagy azonnan az úrszugol, ne? Hát mi a baj? Nincs mit enned. S az a cudar örmény nem akar adni, mi? Hásze még van, de nem sok. Tudja, gondoltam, megpróbálom a gombával. A csapdák most nem érnek semmit, és hal sem kell az embereknek. Akkor halat is tudsz fogni, jó? Aztán tudod-e, hol van az ulmú? Fölmégy az urszun, stúl le, az a gálonya. S ahol a kutyákat hallod meg a juhokat, az az ulmú. Hé, kocsmáros! Add kupa mellé lisztet, mér ki a leánykának, sírd az enyémhez! Te meg, leány, ide figyelj! Én vagyok Sandro, a juhász, érted? Nincs érkezésem odafön halra és gombára. Ha időnként hozol, megfizetem jól. A lisztet előleg bekapod. Jól van? Jól, Isten megáldjon. Másnap feredés után halfogáshoz látott. Jól eltelt a dél, amikor a kosár megtelt. Akkor elindult föl az ulmu felé, ahol a vén Sandro volt a juhaival. Lassan haladt. Órák múlva látta meg a sztinát, a szállást. A karámok körül kutyák hevertek. Észrevették. Hölgye! Hölgye! Adjon Isten, halat hoztam. Minden jót. Hol szedtél a szennyit? A fák tetején. Nyelved van, látom. Hát megtaláltál. Ha pihentél, megtakaríthatod a halakat, s meg is sütheted, ha értesz hozzá. Érteni értek, de mikor érek haza? Há, holnap. Nem lehet. Dolog is van, a bárányok, meg a kecskék, meg a tyúkok. Ó, meg lesznek nélküled is. Nagy út az oda-vissza, s már délutánba. Hogyne, hogy elvigye a róka a tyúkjaimat, meg a farkas a bárányokat. Ha mindenképpen menni akarsz, hadd fizesselek ki. Hiszen megkaptam már előre. Szörfülőnél a lisztet. Ó, becsületes vagy, azt látom. Úgy is kell, gyermek. Hanem azért kapsz egy sajtot, ide a kosarat, ordát is teszek belé, de ha igazán menni akarsz, akkor eredj most, mert később elsötétedsz. Nácu, te! Mutasd meg a leánkának az Isten széki csapást! Isten megáldja! Köszönöm a sajtot! Eljövök megint! Arra megyünk! Ki ez a sok bárány? A miénk? Nekem még csak 6 bárányom van, és 2 kecském is van, 3 gidóval, meg egy kis őzzel. Te! Aztán kutyád van-e legalább? Nincs. Nálunk a múlt héten kölykedzett meg az egyik. Választáskor kapsz egyet belőlük. Milyen jók vagytok hozzá. Ha miért sajtot adunk neked a halaidért? Na, innen magad is eltalálhatsz haza. Mi a neved, kislányka? Nuca. Hát, Isten segítsen, Nuca. Isten segítsen, Nácu. Nyár dereka volt már. Nem ment a faluba többet. Irtózott az emberektől. A faluból se járt föl hozzá senki. Szamóca érés ideje volt. Könnyen megtelt a kosár. Fogta és megindult vele az ulmu felé. A forrásnál őzek kergetőztek. A bükkösben vaddisznó csörtetett. A vén Sandro sztinájánál égett a tűz. Adjon Isten! Epret hoztam nektek. Adjon Isten! Iha, ügyes vagy. Ki vagy te, leányka? Mintha láttalak volna már. Igen, a vadászatkor. Te vagy az, aki a mókust ígérted. Bizony, látod, a mókusról megfeledkeztem. Apád is itt van? Nincs itt. Nácu, ezt a lángvirágot neked hoztam. Köszönöm, kis galambom. De a virág mellé csókot is szokás adni. Nem, azt nem. Hazudik a kis gonosz. Én már kaptam tőle csókot, igaz-e? Mégsem adtad meg, amit ígértél, a mókust. Te vagy a hazug, nem én. Nuca, ne beszélj így a testvérünkkel. Testvéred? Figyelmezzetek! Indre, megígértem anyádnak, amikor halálám volt miattad, hogy urat csinálok belőled. Megtartottam a szavamat. Sok-sok esztendőn keresztül én meg a bátyáid azért vigyáztuk a juhokat, hogy neked meglegyen mindened. Így lettél úr, Indre. És most szólj te. Itt a testvéreid előtt. Miért jöttél? Apám, azt hiszi, hogy én meg akarom tagadni a családot. Márpedig attól, hogy én a nevemet azokra az aktákra nem Sandro Indrejnek írom, hanem Sándor Andrásnak, ami sokkal inkább megfelel a környezetemnek. Attól még igazán nem változik meg semmi. Csak egy kicsit becsapjuk ezzel az urakat, a magyarokat, ennyi az egész. Mi? Na, szóljatok, testvérek! Megtetted már, Indrej, erre felej. Igen. Nem üthetem agyon az anyám fiát. Le se köphetem. Sorra felálltak mind a testvérek.
egyik se szólt egy szót se. Vették a bundájukat, s mentek. Ott maradt Indrej egyedül a tűz mellett, s hátul a fedél sarkában ámulva a leány. Aztán gyorsan és zajtalanul felkelt, mint az egér, és elszaladt. Nem tudta, csak érezte, hogy itt most valami rendkívüli történt. Egy napon elhozta Nácu a kutyakölyköt. Csobán volt a neve. Aztán beköszöntött az ősz. Megjelent egy-egy sárga levél a fákon. A falu felől pedig időnként valami ijesztően csúnya, süvítő, gonosz hang hallatszott. Beindult a gyár, a fűrész. Gőzzel járt, elsípolta a világról a békességet. Egész hegyoldalakról termelték ki a fát. Megtelt a völgy zajjal, káromkodással, léggyel, trágyaszaggal. Hordószámra folyott szőrfülűnél a pálinka, s a csendőröknek meggyűlt a dolguk a késerőkkel. Szarvaslövésre megjött a báró is. A leányka ott ült a ház előtti patkán, amikor a báró Mitru kíséretében átjött hozzá a pallón. Adjon Isten, leányka! Itthon van apád? Adjon Isten. Tati? Nincs, nem jött még haza. Mikor jön? Azt mondják 5 év múlva, de abból egy már majdnem eltelt. Börtönben van, nagyon ütött egy embert még a tél. Aha, nem tudtam. S te, itt maradtál? Itt. Nesze itt egy bankó. Házat akartam építetni apáddal. Én is megépítem. Te, Mitru, te olyat nem tudsz építeni, mint az öreg. Menjünk, várj. Beírom a not eszembe. A jogtanácsos nézzen. Utána az Ursubéli... Nuca hosszan bámult a báró után, s törte a fejét, mit is írhatott az aranyvégű ceruzával a nagyúr a könyvecskéjébe. A fák színes ruhája kopott egyre. Az Alexandru, mielőtt a juhokkal a völgybe indultak, fölment az ulmú legmagasabb pontjára. Gödröt ásott, nagy fakeresztet állított. Azon beégetett írás. Meghalt Sandru Indrej, apjának, testvéreinek, népének és a hegyeknek. A leánk az úrszutorkában egyre jobban érezte magányt. Senki se jött a kerekházhoz. Ha lement valamiért a faluba, összesúgtak mögötte. Egyik nap déltájban megérkezett Mitru, a báró plájásza. Csobány, nye, kus! A bárányokért jöttem, ami jár a legeltetését, 2 bárány. 2 bárány? Nem, nem adom a bárányokat, hallja? Nem adod, hát ha elviszem az összes, és téged is kikergetlek ebből a házból. Tati küldte a bárányokat, és én nem adom. Vén gyilkos, azt mondod, az nem küld semmit, ne félj, jó helyen van az. Honnan nem küldenek bárányokat? Ki mondta neked, hogy ő küldte? Ki? Az a bőrkabátos, a kupec, az a városi, ő járt Tátinál maga. Járt a fenét, a vásáron járt csak, te butas, a pénzen, amit adtál neki, vette a bárányokat. És miből volt a pénz? Nyesbőrökből, ugye? És ki engedte meg neked, hogy csapdászál, mi? Elvehetném tőled az összes állatot, ha akarnám, de csak 2 viszek, ki is választom? Vigyel, mind! Egy se kell! Hazugság volt, amit Tátiról mesélt, a Táti üzenete. Hazugság volt. A leányka befutott a házba, zokogva a fekhelyre roskadt. Sokáig hevert ott. Újra beköszöntött a tél, havazni kezdett. 4 napja nem evett puliszkát, s a tyúkoknak sem volt mit szórjon. Lement a faluba. Nácuval találkozott. Megörventek egymásnak. Aztán elmondta a fiúnak Mitru látogatását, s a 2 bárányt. Másnap éjjel Csobán a kutya lármázva ugatott. Engedd be! Én vagyok Nácu! Visszahoztam a 2 bárányt Mitrutól. Nem jön többet értük, ne félj! Köszönöm, Nácu. Gyere be, hideg van. Hideg. Itt maradok reggelig. Nem érdemes gyalogolni éjszaka. Ott azon a dikó. Az a Táti fekhelye. A Tátié. Akkor elférünk együtt is a te dikódon. Van hely mellettem neked is. Gyere már, megfázol pendelyben. Igen. Fázol?
Reszketsz. Vacognak a fogaid. Olyan furcsa. Így. Veled együtt. Gyermek, mit tudsz te arról? Milyen forró a tested? Beteg vagy? Na, aludjunk hát. A leány ébren volt. Hallgatta az egyenletes, erős férfi szuszogást, és valami furcsa, valami ijesztően szép érzése volt. Tüzelt a bőre a pende alatt, forróság és fázás bizsergette. Nagyon lassan telt az éjszaka. A legény moccanás nélkül végigaludta, s hajnalban igyekezett a juhok után. Délfelé lövés dördült a ház fölött, a macskakő felől. Nuca valami rosszat, valami gonoszat érzett abban a lövésben. Néhány másodperc múlva éles csaholás verte föl a csöndet, majd esetlen szökéssel egy őz ugrott ki a fák közül, az őz, melyet Nuca nevelt föl. Mögötte egy vadászkutya. Csobán fölpattant, vicsorgott. Az őz vonagló testét már véresen marcangolta a vadászkutya. Nuca fölkapta hosszú nyelű baltát, s lesújtotta a vadászkutyára. Egyszer, kétszer, háromszor. A szétlocsant fejből fekete-pirosan ömlött a vér, és az őz vérével összevegyült a hóban. Isten itt a fejének! Tessék jönni, mérnök úr! Oda a drága kutya! Lőd le azt a dögöt! Ne! Gyilkos, Csabán! Jaj, gyilkos! Én a baltában... Fogd le a leányt, Mitru! Megölted a vadászkutyámat! Baltát emelsz rám? Ki engedte meg, hogy ide költözzenek? Ki adott engedélyt, hogy állatot tartsanak az erdőben? Minden állatot összeszedni, Mitru! Behajtani! Tolsz házba vitetem ezt a kis ringyót! A házat fölgyújtjuk! Majd adok én nekik baltát, gyilkos pokolfajzat! Hajtsd az állatokat, Mitru! Holnap a csendőröket küldöm érted! Nuca csak ült a hóban, a feje zúgott, a karja fájt. Csobán halkan keservesen vonyított. Nagy csúnya seb volt a bal első lábán, s nyalta a sebét. A leányka eligazította, puliszkát tett elé. Ő meleg rongyokba csavarta a lábát, fölszíjazta az új bocskort, magára vett a birkabőrös kedment, s elindult lefelé. A falu utcáján megnézték, s bámultak utána, de Nuca leszegett fejjel kiment a faluból. A vécsi báróhoz igyekezett. Megcsodálta a kaput őrző kőoroszlánokat, majd cselédek, lakályok kérdezősködése után a báró elé került. Elmondott mindent, úgy, ahogy jött. Az őzzel, a kutyával, a mérnökkel, az állatokkal. A baltát is elmondta. Mindent. Agyon verted volna a mérnökömet, mi? Te kis baltás. Én agyonám. Apáddal mi van? Ja, persze, persze, tudtam, hogy elfelejtettem valamit. A jogtanácsosomnak akartam, de éppen itt van. Elintézem vele, hogy nézzen utána apád ügyének. Várj egy kicsit. Hívjátok ide Mitrut! Te leányka, hazamész. Szánom visz haza Mitru a plájászom. Először a mérnökhez mentek, azután pedig elmentek és... Hazamegyünk, Mitru bácsi. Hallgass! Megállunk disznajón a vásárba. Dolgom van a kupecekkel. Egy óra múlva tovább megyünk. Addig körülnézz. Mennyi finom drága holmi van a vásárban? Ez a cigányasszony. A cigányasszony az zsivendőt. Nekem is mondja meg, öreg anyám. Sok pénz áll a házhoz. Szerencsés kéz, szerencsés válság, tíz krajcát kérek. Vágál neki, szép legény, jéged igen sok vidámság. Tíz, gazdag öregség, tíz krajcár. Jaj, de bolondok, Istenem, de bolondok. Hát honnan lehessen látni a kézből, hogy mi lesz ezután? Mit szólsz vele, te? Mit tudsz te? Még a vagy, még mit tudhatsz? Ne veszekedjék, na! Nekem is tudna mondani valamit. Mutasd a tenyeredet, kis leány. A halál van az ágyadban. Leány. Aki veled alszik, meghal. Mit mond? A boszorkányok jele van a homlokodon. Ments meg, uram, a gonosztól. A boszorkányok jelét viseled. A boszorkányok jele a homlokomon? A boszorkányok jele? A boszorkányok jele? Ne bámészkodj, leány! Indulunk Dédára! –
Mérnök úr, én nem vagyok oka semminek. A báró úr szigorú parancsa, hogy ez a gyerek semmiben ne háborítassék. Elkobzott jószága visszaadassék, sőt, gondoskodás történjék az uradalom részéről, hogy hiányt ne szenvedjen. A keserves mindenségét! Ezt mondtam én is, mérnök úr, alázattal. Még ilyet? Hogy mit meg nem történnek? Ki tudja az okát? Nem tud senki sem semmit. Állj meg csak, leányka! Azt mondják az emberek, hogy te ismerted Szándró Ignácot. Na, de nehéz értetlenül a Nácot, az öreg Szándró fiát. Mi van vele? Nem tudod. Negyed napja kiszúrtak beléje. Úgy lelték meg a zsis a hídja alatt. Meghalt. Tegnap temettük. Mikor láttad utoljára? 4 nappal ezelőtt, éjszaka. Hajnalodott szinte, mikor elment az úrszuból. Tőlem. Korán kezdett, hallod? Több dolog, nálaludta legény. Olyan, aki úgy látszik, 3-ig sem tud számolni, aztán... Ismersz valakit, aki haragosa volt? Aki féltékeny lehetett? Miattad talán? Gondolkozz, leány! Nem. Nem tudok senkit. Semmi. Na jó, eredj! Ha szükség lesz rád, majd kihallgatunk még. Mehetsz! Nuca ment. Először lassan, mint a betegek. Aztán egyre gyorsabban. Berejték lepte el, és reszketett. A szíve vadul kalapált. Aki veled alszik, meghal. Másnap Nuca visszakapta az állatokat. Csobán kutya lassan talpra állt, de örökre sánta maradt. Lassan haladt a tél. Nuca újra felállította a csapdákat, a megfogott nyesteket ügyesen megnyúzta, etette az állatokat. De gyertyaszentelőkor kint maradtak a medvék, hamarosan megtöttyent a hó, és a fűzek barkái kibomlottak. Az ulmú tetején és az Isten székén dürögni kezdett a nagykakas. És a Szándró nyájai visszatértek a sztina köré. Egyik nap az öreg Szándró kezébe vette a botot, és elindult Isten széke felé. A leány egy rönkön ült, de nem a tavalyi leány volt. Egy másik, egy megnyúlt derekú, nagyszemű, komoly leány. Adjon Isten, leányka! Adjon Isten, Szándró bácsi! Miért nem jössz föl soha az ulmura? Nehéz volna. Nácu elhozta a 2 bárány, és itt aludt nálam. Én ébren voltam. Valami volt abban az éjszakában. De ő aludt, és amikor elment, még csillagok voltak az égen. Én voltam az utolsó, aki látta. Nem te voltál. Aki a kést fogta, az volt. A disznajói vásáron a cigányasszony belenézett a tenyerembe, és azt mondta, hogy az én ágyamban a halál lakik, mert boszorkány vagyok azért. Nem azért történt. A kést fogta valaki. Hallgasson ide! Volt itt egy másik ember azelőtt. Részeg volt, mint a disznó. A viaszarcú jószúp. Nekem jött, alig tudtam befutni előle a házba. Az nem is volt az ágyamban, mégis meghalt. Megkéselték. És egy másik is ölelgetett, arra rádölt a fa, mert itt van a jel a homlokomon. Nézze! A leány naphosszat ült a padon, és előtte piros kicsi tükör. A homlokát nézte. Mindig csak a homlokát. Tudtam, hogy eljössz. Vártalak. Ne hidd, hogy mindig ilyen csúnya voltam és öreg. Én is voltam szép és fiatal. Aztán egy este rám jöttek. Lent a füzesben 3-an. Cigány, leány, senki rongya. Attól kezdve így ment ez mindig. Hogy gyűröltem őket, a kanokat, a piszkosokat. De te, leány, amikor megláttam a kezedet, tudtam, te vagy az, aki megbosszolod mindazt, amit elkövettek rajtunk a kakaskodok azok. Boszorkány vagy, leány, ott van a homlokodon a jel, a tenyereden az írás. Igazi boszorkány vagy, amilyen én akartam lenni. Aki veled alszik, a halállal alszik, aki megkíván téged, a halált kívánja meg. Te vagy a nagy bosszú álló, aki vámot szedsz közöttük mindazért, amit a leányokkal elkövettek valaha is a földön. A halál az ágyadban van. A halál van a testedben. A halál van az ajkaidon. Kint akkor nyugodott le a nap. Mikor megérkezett az úrszuhoz, már éjszaka volt.
A kutya izgatott vinnyogással sántikált elébe. Az ajtó félig nyitva, és bent világított a tűz. A patkán görnyedt hátú, szakállas öreg. Táti! Táti! Na, hát meggyüttél. A kecskéket, a juhokat bezártam. Tyúkjaid is vannak. Ögyes vagy. Kutya is. Boriszka maradt a fazékban, ehetsz. A dikóm is itt van. Jó. Azon a nyáron kezdték építeni a vasutat a Maroson fölfelé. Volt keresett bőven, mégis mogorvák lettek az emberek. Rengeteg fát felfalt a gőzfűrész odalent. De az Úrszultájékán csönd volt. Leány kacagás sem verte fel az erdő nyugalmát, mint azelőtt. Tóth Erik készítette a szénnek való fát. Aztán megjött az ősz újra, és a fűrész hajnaltól vakulásig ette az erdőt. A szarvasbikák is elköltöztek, csak fönt a gerincen lehetett hallani a hangjukat néha. A leány napokon keresztül nem szólt, és az öreget nem zavarta ez. Nucca úgy hordta magában a titkot, mint hét lakatta lezárt ládát. Érezte, hogy örök magányosságra ítéltetett. De voltak izgalmas, szép titkai is ennek a gonosz bűbájnak. Csak rá kellett néznie egy mókusra, és akarnia kellett, hogy odajöjjön. És a mókus odajött. És odajöttek az őzek, a szarvasok. Nucca néha halat fogott, és fölvitt a kemencékhez. Néha gombát vitt, vagy áfonyát. Leült, és nézte az erdőt. Ott ült az öreg is, és érezte, hogy ő is vár valamire. És egyszer hirtelen felpattant, megragadta az ámuló öreg kezét, és megcsókolta. Majd megiramodott fölfelé. Valami egészen rendkívülit érzett. Eljött a nap, de ő maga sem tudta, mit is érez. Vadcsapáson haladt egyre följebb, mint aki fél, hogy elfut az idős, hiába megy. Szarvasbőg is hömpölygött keresztül a gerincen. Fölmászott egy sziklára, s már látta is a bikát, ahogy a lassan nyomul a tehenek mögött. Hirtelen egy jeges kéz markolta meg a szívét. Félt, és érezte, hogy ez a félelem a szarvasbikának szól. Futni kezdett a szarvasok felé. A rémület újra ott dobolt a vérében. Recsent egy ág. Hogy a fene elvett volna meg a fajtáddal együtt? Elkergetted a bikámat? Nem szabad megölni azt, ami él. Az élet mindennél többet ér. Ki vagy te? Nem mindegy az. Talán csak van neved. Mert ha nincs, én adok neked. Tarnic szemű, te kék szemű, te tarnic szemű, elkergetted a bikámat. Mit adsz érte? Szedret. Kié vagy te, leány? Az erdőjé, fiú. Hol vetted ezt a szép aranyhajadat? Isten boltjában, odafönt. Látod-e, hé, ahol a fák a felhőket fésülik, ott. Aztán csókot? Adsz. Nem, nem, nem. Ki vagy te? Tündér vagy boszorkány? Az Istenért, leány. Mi van veled? Leány, beszélj már, az Isten áldjon meg. Boszorkány vagyok. A halál jár velem, érted? Aki engem szeret, az meghal. Akit én szeretek, az meghal. Nem lett volna szabad meglássalak soha. Micsoda ostoba babona ez? Melyik cigányné tömte meg a fejedet vele? Nem csak a cigányné, nem. Hárman már meghaltak, érted? Véletlen. Véletlen az egész. Nyár óta vártam valamire, és nem tudtam, mi az, amire várok. Most megértettem, hogy minden azért volt, hogy téged találjalak itt. Azért éltem egyedül, csak azért, és megfeledkeztem arról, ami van. De nem tehetek mást. Így kellett legyen. Ha te meghalsz, meghalok én is. Azért éltem, hogy megtaláljalak. Boszorkány vagy. Igazi boszorkány. Mintha örökké itt éltünk volna. Együtt.
nem tudom, milyen lesz nélküled. Majd gondolok rád sokat. Akkor veled leszek. Mi a neved? Gáspár. Gáspár? Olyan a neved, mint egy fiatal fa, mint amilyen te vagy. Gondolj rám, és akkor veled leszek. Most menj! Valaki vár rád valahol. Jó hírrel. Menj! Menj! Meghal, s ha ő nem lesz, én se leszek. Hogyan lehetnék én, ha ő nincsen? Aztán ott volt a háznál. Ellátta az állatokat, puliszkát főzött, majd elindult a kemencékhez. Tati! Tati! Ételt hoztam! 4 kemence van itt, 100 mázsa szén. 100 mázsa, 20 forint. Így volt az alkú. Az örmény érte jön kifizeti, tisztességes ember, ha csal is néha. 20 forint. Érted? Értem. Másra ház is marad, meg telek, meg föld. Tején, disznó, ökör. Reját csak ez. Más ember jobb. Én csak ilyen voltam. Miért mondja mindezt, Táti? Várj. Az ember beül a korcsmába, s mikor elmegy, fizet. Az ember él, s mielőtt elmegy, fizet. Az ember csak akkor megy el, amikor már nincs rá szükség, és én rám már nincs többé szükség. Meghalunk. Mind meghalunk. Sietve ment haza. Tette a dolgát, de szünet nélkül arra gondolt, mi van vele, Gáspárral. Éle, vagy ő is, mint az a három. Egyik nap érezte, hogy mennie kell, fel, ahol találkoztak. Ült, nézte az erdőt, és várt. Ha-hú! Hújhahó! Te, te, tarnic szemű! Tudod-e, hogy igazán boszorkány vagy? Odalent jó hírrel vártak, ahogy mondtad. Megnyertük a pert. Átviszik a vasutat a Maros innenső oldalára. Te, te tudtál erről? Nem, csak ott volt a szemedben a jó hír. Egy magas szőke ember várt vele, igaz? Igaz, magas szőke, a prókátorunk. Aha. Különös ez, hallod-e? Boszorkány vagyok, és amikor meghalsz, én is meghalok. Elegy már azzal a halállal! Gáspár, te holnap itt akarsz hagyni. Érzem, én mindent tudok, ami benned van, de visszatérsz megint, nem halsz meg közben. Valaki van mögötted, erős, tiszta, fehér, megőriz. És azt hiszem, ez nem más, mint hogy én szeretlek téged. Mikor felért a kerekházhoz, embereket talált az udvaron. A mérnök körül forgolódtak. Erre a tisztásra barakkokat építünk, hallod? Takarítsátok el a házat onnan, állatot, mindent! Hordjátok el magatokat! Mindennek vége volt, érezte. Látta, tudta. Benne volt a csendben a vég. Feljött az első csillag. A karámból kiterelte a juhokat és a kecskéket. Pattintott a kutyának. Be sem ment a házba. Nem is nézett hátra. Mögötte ott maradt a tisztás. És a tisztáson a ház. Nyitott, fekete tárt ajtóval, amelyik mögött már semmi sem volt. Semmi. Csak egy ház volt, amelyikben valamikor nagyon-nagyon régen élt valaki. Terelt az állatokat föl a kemencékhez. Mondjad, leány! Az örményre rágyújtották a házat odalent, elvették a pénzét, leszúrták, aztán rágyújtották a házat a korcsmárosra. Egy sepphelyes arcú! Mondd tovább, leány! Boszorkány vagyok, azt mondják! Mert meglátom azt, amit más nem lát, és látom azt is, ami lesz.
bűn az, ha valaki boszorkány. Beszélj, leány. A cigányné azt mondta, hogy halál van az ágyamban, és akit én szeretek, meghal. Azt mondta, homlokomon a jel, és tenyeremben az írás. Azt mondta, te vagy a bosszúálló, aki vámot szedsz a férfiak közt mindazért, amit lányokon elkövettek valaha is a földön. Azt mondta, tűzben születtél, és tűz emészti el a testedet. Tűzben születtél? Azt mondta? Talán van egy másik tűz, ami bennem van, s legyőzi az átkót. Eredj, leány! Elmondtad, amit kellett, és most már jól van. Eredj! Legyen veled az Isten, Tati. Isten segítsen! Leány! Nehezen mozdultak a lábai. Aztán ment fölfele, a fák közt. Előtte a juhok, a kecskék, mögötte a kutya. Nem nézett vissza, csak ment. 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 És minden lépéssel elmaradt mögötte valami. És minden lépés olyan volt, mint egy halál. Az öreg sóhajtott, megkereste a csákányt és az ásót, s lassan a kemencékhez döcögött. Sorra hámozta le a földet mind a négyről, lapáttal hányta be a parazsat a fák közé. Percek alatt tüzet fogott a száraz avar. Vörös tűzkígyok indultak el kúszva a fák között, vakító fehér lángnyelvek emelkedtek a fák koronája fölé. Égett kereken az erdő. Az öregember elvánszorgott a kalibáig. Leroskadt a fekhelyre. Kezeit összekulcsolta a mellén. Lehúnyt szemhéjai mögött egy nagy, tűzvörös pillangót látott, amint fölemelkedett az égő fák közül, egyre följebb, aztán hirtelen elpattant, és nem maradt belőle semmi. Négy falu népét kiterelték a csendőrök, csak úgy tudták megállítani a tüzet. Így is leégett jó ezer hold erdő. A kerekházból, ott az úrszutorkában, csak néhány üszkös gerenda maradt. Fönt az Isten székén egy kalibának a romjait találták. Semmi nyom arról, hogy mi lett Tóth Erikkel, meg a leánnyal. Fönt az Isten székén, a tisztás sarkában, egy kis fehér nyírfa kereszt állott. És ezen a kereszten egy kék tarnicsból font virágkoszorú csüngött. És sem a kereszten, sem a koszorún, még csak perzselés sem volt. Elhangzott a Fontinelli boszorkány. Első rész, az Ursubeli leány. Vas Albert regényének rádióváltozata. Az író Bács Ferenc, Nuca, Kratochvil Mária és Kubik Anna. Közreműködött Ambrus András, Borzoltán, Botár Endre, Fáji Györgyi, Dávid Sándor, Geréb Attila, Kölgyesi György, Kőmíves Sándor, Máté Erzsi, Mezei Lajos, Molnár Miklós, Ószabó István, Széjes Imre, T. Nagy András, Tordai Gábor, Fogt Károly és Zalán János. A felvételt készítette Rózeman Péter és Ádám Krisztina. A zenei munkatárs Hegedűs Emmi, a rendező munkatársa Kuna Mátyás volt. Dramaturg Major Anna. A regényt rádióra alkalmazta és rendezte Túrján György. A Fontinelli boszorkány. Vas Albert regényének rádióváltozata. Második rész. Kunyhó a Komárnyikon.
Egy lapos tisztáson állt hajdan az urasági ház. Éltető uraság vadászszállása. Itt élt három öreg plájász, számadó. Iván, Dumitru és Birtalan. Tavaszig nem igen jön már az uraság. Gáspár úrfi is elment az őszön. Nincs is most semmi emberi élet. Ej, csak az a leány vagy asszony egyedül a kutyájával, meg a juhaival. Gyorsan fölépült az a ház a Komárnyikon. Gáspár úrfi igencsak siettette. Őszelőre már oda is hozta Nucát. Szépen élhettek, mert nem kívántak senkit sem maguk köré. Gáspár úrfi is igyekezett a komárnyiki házba vadászatokról a leányhoz. Leány, jö, erdei boszorkány az. Mikor tűzütött ki az Isten széke alatt az erdőn, amit az a Tógyerik nevű okozott, akkor nyoma veszett, hogy a Komárnyikon tűnjön fel újra. Hát nem hiszem én azt, hogy boszorkány. Haja, mintha aranyból lenne. Meg olyan szeríden néz. Talán nem is az a leány, aki a vén Tógyerikkel élt, mikor leégett az erdő. Én még nem láttam azt a menyecskét. Pedig ránk bízta Gáspár úrfi. Elvittem is fel néki mindent, ami kell, amíg be nem állt a nagy hó. Az erdő olyan volt, mint egy elvarázsolt tündérpalota. Az asszony naponta ellapátolta a havat a ház körül, elvégezte munkát az állatok körül. Nagyon magányosnak érezte magát, de hát nem volt egyedül eddig is. Tátira gondolt. Az úrszubeli házra. Aztán a tűzre, amelyik elhamvasztotta Tátit. Aztán a fiúra, ki őt Tarnics szeműnek nevezte, és aki idehozta a komárnyiki házba, akivel olyan boldog napokat töltött. És arra, hogy Gáspárnak nem esett semmi baja sem. Remélte, nincs igaza a cigányénak, aki azt jósolta, mindenki meghal, akit ő ölel. Gáspár nem halt meg. De elment az őszi vadászat után, és ő itt maradt egyedül. Odakint szélkavarta a havat, s mégis egy ember közeledett a ház felé. Jöjjön csak! Jöjjön, Isten hozta, Birtalan bácsi! Hát te vagy az. Ki hitte volna? Amikor megtanítottalak kézzel halat fogni, még ki sem látszottál a hóból. Eltelt az idő. Régen volt az, Birtalan bácsi. Már 17 esztendős vagyok. Rend és tisztaság. Ez fontos. Mikor jön? Ő. Mikor jön vissza, azt mondja meg. Gáspár úrfi. Tavaszra. Talán tavaszra. Külországba küldte az úr. Tanulni, vagy miért? Tavasszal. Tavasz. Sok idő. De búcsúzni eljöhetett volna. És Nuca reágondolt, aki valahol messze van, pedig itt lenne a helye, itt, mellette. Aztán egyik délben egy nagyon öreg ember jött a házba. Adjon Isten, leány vagy, mi vagy? Isten hozta, vénség. Ja, hát, tudod, ki vagyok, honnan? Tudom. Vénség, aki egyedül lakik odafönt a hegytetőn. Ah, tudod, jól van. Jó ház, az biztos. De tudod, minden házat építenek valamire. De egy valami biztos leány vagy asszony, hogy amelyik ház arra épül, hogy otthona legyen egy családnak, abból a házból otthon lesz. De amelyik ház nem arra épül, az olyan házba hiába jön asszony, az olyan ház nem lesz hosszantartó békés otthona senkinek. És ez olyan ház. Nagyon jó ház, szép ház. Jó ház, szép ház. Hogy aki néha feljön ide, az jó házban lakjon néhány napot vadászatkor. Ez a ház csak szállásnak épült, nem otthonnak, nem fészek, csak szállás. De ha a madár úgy megszereti azt az ágat, bácsika, lassan-lassan fészket épít rá. Ahol a rigó fütyül, ott nem fészkel, ahol a faj dürrög, nem költ. Máshol a szállás, máshol a fészek. De ha valami bajod lenne, érted? Kívül vagy belül, én ott vagyok a hegyen. Látod azt a fát ott szemben? Azt a nagy kiszáradt odvas fenyőfát? Na, ha azt baltafoggal megdöngeted, én meghallom odafönn a hegyen, és lejövök hozzád. A tél még tartotta magát. Hosszú napok teltek el anélkül, hogy valaki is megjelent volna a Komárnyikon. Majd egy napsütötte délelőtt
Birtalan meg Iván jött lovakkal. A lovak hátán egy-egy kisebb bogja széna, kötéllel fölkötve. Itt van, Ni, a postahordó adta ratosnyán, kis képes papír, a tiéd. Olvasni tudsz-e? Igaz is, honnan is tudnál? Add ide! Nucának a kokomárnyikon. Hallod? Ez vagy te. Birtalan címén. Ez vagyok én. Szalár pataka úpő. Mi a fene az az úpő? Déda. De az úpőt sehogy sem értem. Ez megint valami úri huncutság. Magyarország. Ezt értem. Na aztán itt is áll még valami a képes papír másik oldalán. Szeretettől gondol lok rád. Itt van, szeretettel gondol rád valaki. Igen, Gáspár. Igen, Gáspár úrfi. Jaj, igazán rajta van. S né, még itt a kép fölött is van valami, hogy azt mondja, Párizs. Ejsze, ez a neve ennek a toronynak, te. Birtalan bácsi, el tudnám még egyszer olvasni? Hogy el tudnám-e, akár százszor is. Szeretettel gondol rád, Gáspár. Szeretettel gondol rád, Gáspár. Aztán ült a kemence sarkán, nézte a képet, és csupa öröm és reszketés volt belül. És akkor egyszerre történt valami. A kép a kezében táncolni kezdett. A szoba forgott. Kezét a szívére kellett tegye, mert valami ott bent valami megmozdult. Egészen gyönge kis mozdulás volt. Valami ott bent, benne, élt. Egyszerre kigyúlt benne a fölismerés. Az élet nagy törvényének a fölismerése. Forró izgalom lepte el. Egy élet él benne, egy idegen és mégsem idegen élet. Úgy érezte, nincs többi egyedül. Hirtelen fölkapta a baltát, és megindult föl a tisztáson a gerinc felé, ahol az a nagy kiszáradt fenyő állott. Két kezére kapta a baltát, és rácsapott az odvas vénfa törzsére. Egyszer, kétszer, háromszor. A hang belehasított a csöndbe. Várt. Adjon Isten, leány, vagy asszony, vagy mi vagy. Adjon Isten, bácsika. Hm? Vénség, üljön le. Egy kis tyúklevest főztem, egyen. Úgy, megdöngetted a fát. Itt vagyok, enni adsz, köszönöm. Várom, hogy szólj. Megdöngettem a fát, mert valami történt. No. Nézd be, írás, képes írás, nekem szól. És azt írja rajta, hogy szeretettel gondol rám. Érti? Az jó, ha úgy gondolnak az emberre. Nem sok, de az is jó. Bácsika, na? Ebből a házból mégiscsak otthon lesz, nem csupán szállás, mert ahol fióka csipog, az már fészek, ugye? Nagy szó az, asszony, itt fönn a havasban egyedül, de adjon az Isten hozzá erőt, egészsége. Csak ennyit mond. Még azt akarom mondani neked, hogy az olyan ember, aki igazán szeretettel gondol valakire, az eljön a pokolból is, érted? Maga mondja meg, és nem üzeni mással. Éjjel szélroham zúgatta meg a fenyőket. Az erdő recsegni kezdett. Az ördög szabadult el. De Nuca nem félt. Nem volt már egyedül. Valami furcsa változása ment át ezen a téren. Külsőleg is megváltozott, megasszonyosodott. És valami titoknak a tudása érzett benne. Elsőnek Birtalan vette észre. Nézte, de nem szólt. Aztán Iván, de ő se szólt. Dumitru úgy tett, mint aki nem lát semmit. Aztán egyszer csak farkas bőrökkel állított be, hogy jó lesz majd a padlóra teríteni a gyermeknek. És Dumitru megtanította imádkozni.
A hó még állt keményen, de egy vékonyga kis nyírfa, mintha lélegezni kezdett volna már. Azon a nyírfán már ott volt a tavasz. Egy nap gyorsan végzett az állatokkal, és elindult e felé. Egy szedres tisztáson őz állt, és csodálkozva nézett rá. Vemhes őz volt. Látszott a hasa. Az asszony öntudatlan mozdulattal megtapogatta magát. Aztán egyszer csak ott állt már is a szállás előtt. Mirtalan bácsi, abba a városba, ahol a torony van, ahonnan ez a képes írás jött, nem küldhetnénk oda mi is egyet? Mirtalan bácsi megírná. Ugye jár odáig a postás? Az csak Dédáig jár. Onnan már más viszi, ne félj. Az ember rányál az egy billogot, s annak az áráért elviszik akárhova is. És meg tudná írni, Birtalan bácsi? Ahhoz kell arra való papíros, aztán plajbász. Majd vásárolok Ratosnyán a boltosnál mindent, ami kell. S legközelebb fölviszem hozzá. Nem lehetne úgy, hogy én most elmondom magának azt, amit írni kell, és maga aztán ráírja a papírosra? Hiszen lehet, így is lehet. Írja meg, hogy azt üzenem én a Komárnyikról, hogy tiszteltetem, a nagy kakas ma megszólalt, és köszönöm a képesírást, és a juhok is bárányoznak már, és én is várom már. Várom, hogy visszajöjjön onnét. A jó Istenhez szálltak a gondolatai. Kívánta, hogy a postást tartsa meg az Isten erőben, egészségben, hogy elvigye a lapot abba a tornyos városba. Aztán elindult. A két ág zúgójánál szembe került a házzal, ahol a méhészék laktak. Valahogy idegenül állt ott a ház, a patak és az erdő között. Kerítés volt körötte, s az úgy nem illett ide az erdőbe. Adjon Isten! Adjon Isten! Jöttem, hogy megismerjem magukat, és megköszönjem a mézet, amit a télen küldtek volt. Gyermeket vársz? Látszik? Nehéz sorod lesz. Mindenkinek nehéz sora van, aki nem erkölcsös és nem okos. Nem hiszem, hogy nehéz sorom lesz. Törvény az, ha szeretünk valakit, gyermekünk legyen. Neked is vannak gyermekeid. Ne hasonlíts magadat hozzám. Engem papadott össze a hites urammal. Adjon Isten, menyecske! Te vagy az, aki egyedül élsz ott fenn a hegyen? Igen. A teremtés itt neki. Bátorság kell hozzá. Gyere! Éppen a méhekkel dolgozom. Megmutatom, nézzed! Éppen, mint az emberek. A faluban élő emberek. Nem. Az emberek önzők, irigyek, áskálódnak. Ezek pedig segítik egymást a munkában. Gyere be a házba! Nem megyek be, Ferenc bácsi. Ezek a méhek nem szúrnak. De ott, a házban megszúrtak. Megindult fölfelé, hazafelé. Soha még ilyen különös, nehéz fáradtságot nem érzett. Talán az a kerítéses ház okozta, s az asszony szavai. Az őz újra ott állt, azon a kis nyiladékon, ahol délelőtt. Nagy hasa szinte húzta lefelé a földre. Hát ezért jár úgy az őz. Vajon ő is ezért olyan fáradt? Nem tudta elképzelni, amikor kijön. De érezte, hogy majd akármilyen is lesz az a titokzatos, ismeretlen perc. Fönt a kék ég magasában valaki ügyel arra, hogy akik a törvényt szolgálják, azoknak bajuk ne essék. Teltek a napok. A gyep kizöldült, meglombosodtak a cserjék. Birtalan jött fel a lovakkal. Éltető uraság fönt járt, lőtt is három kakast. Rossz kedvű volt, baj van a vasúttal. Az állam megnyerte a pört, és a Maroson innen húzzák ki a sineket mégis. Hát az írás, Birtalan bácsi. Az írás? Hát a megírással nem volt különösebb baj, hanem a postás azt kérdezte, hová szóljon a képes levél, mert azt odaírtam, hogy Éltető Gáspár nagyságos úrfinak. De a postás azt mondta, hogy a várost is oda kell írni, meg az utcát is. Hát itt van a képeslapon. Párizs!
Még csak az utca neve kellene. Hát írja oda, ahol az a torony van. Úgy már igazán megtalálják. És azt is írja oda, hogy jöjjön haza. Bízz csak rám, megírok én mindent. Isten, őrizd meg a postást, meg a többieket, akiknek a nevét nem tudom, és segíts nekik, hogy ők is segíthessenek az embereken. Teltek a napok, gyorsan és mégsem egyhangúan. Minden napnak volt valami ajándéka. Jöjjön! Jöjjön, Dumitru bácsi! Most ment el a vénség! Adjon Isten! Megmondom, hol találja azt a farkast, amit keres? Honnan tudod? Tudom. Két szikla közé, a szakadékba van beesve. Valami bokorál ki a szakadékból, azt akarja el. Sovány a farkas, és a hasán véres. Honnan tudod? Nem tudom. Ezek a jelenségek. Kétféle van, az egyik, amikor én akarok valamit, és ha nagyon akarom, úgy is történik. A másik, mikor ránézek valakire, és a szeméből kiolvasom, hogy mit gondol, vagy mit csinál, vagy mire készül. Dumitru értetlenül bámult az asszonyra, és igyekezett a farkas után. Lassan beköszöntött a nyár. Egyik nap azt érezte, hogy ez a nap nem olyan, mint a többi. Csupa nyugtalanság volt. És akkor az ösvényen egy ember jött fölfelé. Tündér! Tarnic szemű! Szervusz, tündér! Hát, megjött! Párizsból! Te! Megnőttél! Más vagy, mint... Mint amikor elhagyott. Azt akartam mondani? Mint amikor utoljára láttalak. De gyere már, nézzelek meg. Még meg se csókoltál, te. Te! Ne szorítson úgy, Gáspár! Vigyázzon! Nem szabad! Te! Csak nem. De igen, Gáspár. A mindenségét. Nem is vettem észre. Erre nem gondoltam. És most így persze nem lehet. Hová gondol? Él. Nem hiszi? Tegye ide a kezét. Érzi? Ver a kicsi szíve. Megkaptam a képes üzenetet. Én is küldtem. Hogy? Én megmondtam Birtalan bácsinak a szavakat. Ő megírta, s levitte Ratosnyára. A várost is ráírta. Ezt mi, ami a képen van. Meg a tornyot. Szamárság. Te, hogy is hívnak téged? Engem? Tündér, boszorkány, tarnics szemű, bolcsok nevem. Jó, jó, de az igazi. Nuca. Elmegyek az Isztricsre vadászni. Ha Iván itt lesz, jöjjön utánam, ha lövést hallotok. Már sötét volt, amikor az úrfia vadászatból előkerült. Egyedül evett. A vacsora végén hamar bement a belső szobába, s betette az ajtót. Minden nap vadászni ment. Alig szólt az asszonyhoz. Nuca egyre nehezebben érezte magát, de nem szólt erről a férfinak. Úgy a 8. vagy 9. napon beállt az eső. Gáspár otthon maradt. Zivatar lesz. Nem jössz ide mellém? Mehetek? Olyan komoly lettél, Nuca. Úgy emlékeztem rád, mint egy vidám kisleányra. És egy komoly asszonyt találtam a vidám kisleány helyén. Csúnya lettem. Nem tetszem már magának? Csacsi. Nem rajtam múlik, nem érzed? Mutasd. Hadd nyúljak az inged alá, te. Hát szeretni csak úgy lehet. Mondja, ha szeretünk valakit, az csak azt jelenti? Nem, dehogy. Csak tudod, ha az ember fiatal és egészséges, akkor vannak vágyak a testében, amelyek... Hát nem érted, hogy csak a szentek meg a vén emberek képesek szűzen élni? Mit jelent az, szűzen élni? Igazán buta vagy. Hát, hogy nem csinálod azt. És ha nem csinálom azt... Akkor nincs szeretet sem? Dehogy nincs. Hanem az is kell. Itt valami nincs rendben. Ősszel jó volt hozzám, és kedves, és szeretett. Aztán elment. Azt mondta, hogy visszajön hamar, és nem jött vissza sokáig. Te! Hát mondtam már... Ha már mondani kell valamit, akkor jobb, ha az ember nem mond semmit. Mint ha valami
történt volna azóta. Mi a neve annak az asszonynak? Miféle asszonynak? Aki a rózsaszínű ágyban fekszik. Fehér medvebőr van az ágya előtt, és az inge átlátszó. Honnan tudod? A szemében látom. Most is látom. Ott fekszik az ágyon, nincs takaró rajta, és sokkal szebb, mint én. Csókra nyújtja a száját, és a melle fölött van egy halvány kis sebb hely. Boszorkány. Boszorkány vagy. Igazán a szememben láttad. Azt szerette volna, hogy ne tudjam. Tudod, ez úgy történt. Hely, idegen világ ez a te számodra. Meg sem értenéd. Nuca, ha már így van, megmondom, hogyan gondoltam ezutánra. Te itt élsz önt a házban. Rendes ellátást kapsz tőlem, hogy hiányt ne szenvedj semmiben. Én olykor följövök vadászni, és akkor éljük a mi kis külön életünket ebben a szebb, tisztább világban. Kell lesz nekem. Mint egy pihentető csöndes sziget, ahová olykor fölmenekülhetek. Meg aztán a gyermek is... Hagyjuk, jó? Ugyan utca azért nincs harag. Harag? Menjen már, Gáspár. Akkor gyere, csókolj meg. Nehéz ez most neked? Úgy értem, hogy így a gyermekkel. Dehogy nehéz. Örvendek neki. Ez a rendje, hogy így legyen. És olyan jó, hogy itt van velem. Maradok is, ne félj. Te, Nuca, szeretném, ha ma éjjel mellettem feküdnél, mint régen. Instálom, úrfi. Az uraság üzenni, az úrfi azonnal jöjjön le Dédára. Tárgyalnia kell, menni az ügyvédekkel. Sietni kell, azt üzenni az úr. Hallod, Nuca? El kell mennem. Mikorra várhatom vissza? Vissza? Vagy úgy. Nem tudom, mikor jöhetek megint, de őssípolásra szeretnék itt lenni. Isten veled. Várj. Itt hagyok neked 50 forintot. Vegyél, amire szükséged van. A gyermekkel kapcsolatban, tudod. Majd küldök egy tehenet is, kis borjost. Szervusz, Nuca! Szervusz! Teltek az egyhangú napok, de Nuca mégis boldog volt. Érezte, nincs egyedül. Anélkül, hogy hívta volna a kongó fenyőfával, beállított vénység. Mikorra várod a gyermeket? Honnan tudjam ezt? Hát ezt minden asszony tudja. 9 hónap te, mind a tehénnél. Várjon csak, bácsika. Hogy is vannak a hónapok? Hát szarvasbőgés végétől mondjuk... Szarvasbőgés? Igen. Hát akkor az október, november, december, január, február, március, április, július. Te, akkor már nem sok van hátra. Tán 3 hét, olyasmi, mi? Akkor jó, bácsika, mert már unalmas ekkora hassal járni, tudja? Nicsak! Bírtalan jön a szállásról, meg egy asszony. Az az asszony, a méhész felesége, aki engem... Adjon Isten, asszony! Adjon Isten, vénység! Adjon Isten, gyere, bírtalan, húzódjunk félre, majd a két asszony az levítékére. Hát, ez az a ház? Jó ház, csak messze van. És azok az állatok? Az enyimek. Győzöd őket egyedül? Persze. Tessék leülni. Van sajt is. Látom, értesz hozzá. Jól van. Mikor kell jöjjön a gyermek? Amikor Isten akarja. Ne beszélj Istenről. A keresztény ember paptól kér áldást a gyermekéhez. Te ne beszélj Istenről. Azt kérdeztem, mikorra várod a gyermeket? Akivel én az Istenről nem beszélhetek, annak a gyermekemhez sem lehet köze. Tehát... Nem tudom, miért jött ide? Szedd össze a holmidat, és gyere le hozzánk, amíg meg lesz a gyermek. Iván majd feljön ide az állatokhoz. Ha már így esett veled, hát így esett. Amire elkörs nélkül neveltek, nem hagyhat az ember elpusztulni. Na. Nem értjük mi egymást, néni. Hát hagyjuk. Nem megyek én innét sehová, nem megyek magukhoz. Nem elég jó neked az én házom? Nem, mert kerítés van előtte. S mert közted és köztem is kerítés van. Hallj oda! Hát ezért jöttem én fel ide? Hálálkodhatnál, hogy a tisztességes asszony szóba állt veled? Pusztulj! Te utolsó hálátlan boszorkány! Mi ez a kiabálás?
Hova lett Ferencné? Elment. Megegyeztetek, hogy mikor mégy le? Nem megyek le ahhoz a házhoz, öreg apó. Ja. Itt maradok. Itt maradsz? Aha. Aztán, ha érzed, hogy kezdődik, kongasd meg a fát, érted? Kíváncsian figyelte magát. Így teltek a napok. Hiába erőltette az emlékezetét, csak arra tudott visszaemlékezni, hogy a kecskék meg a juhok lefeküdtek. Fény lett a szemük, nehezen szuszogtak, és aztán egyszerre ott voltak a gidók meg a bárányok. Aztán egy reggel éppen vizet akart bevinni a házba, valami belenyillalt hirtelen. Éles hasító fájdalom volt. A görcs fölengedett, de aztán újra elkezdődött. Újra és újra. Tétován kereste kezével, hogy nincsen-e már ott véletlenül a csergén a gyermek. Hirtelen félelem jött rá. Óvatosan kelt fel az ágyról, elővette a baltát, és elindult az öreg fenyőhöz. Azt hitte, nem bír eljutni odáig. Szinte megfulladt közben. De aztán a fánál volt. Összeszedte az erejét, és lecsapott a baltával. Aztán csak letámolygott a házhoz. Megvetett az ágyat, levetkezett és belefeküdt. Van valami? Még nincs semmi, öreg apó. Hozta Isten. Mennyire vagy? Görcs volt-e? Többször is, de mindig elmúlt. Csak maradj az ágyon. Én azt a fateknőt megtöltöm vízzel, és megfelem a kést, hogy éles legyen. És minek legyen éles? Mert kelleni fog azért. Nekem? Nem is a püspöknek. A nyitott ajtón túl barna fényekben ünnepelt az erdő a nyarat. Nuca fájdalmai visszatértek. Hasították a görcsök. Bénség kinyitotta a kemence ajtót, és a kést beledugta az izzó parás közé. Újabb és újabb fájdalom facsart az asszony testét. Azt hitte, ezt ki sem lehet bírni. Aztán egyszerre valami rettenetes jött. Valami iszonyú. Egy perc, egy véghetetlen perc. Hallotta a saját hangját kiáltani. Irtózatos volt. A világ valami vörös ködbe borult, és ebben a ködben elmerült minden. És merült. És hirtelen belemerült valami puha, szelíd mélységbe. Megszületett. Sír. Ő sír. Mi bőgsz, mi? Fiú! Fiú áll! Ne te, nem, mitó bégadsz hát! Valami különös változás történt a világgal. Nem kívül, hanem valahol belül. A dolgok értelme megváltozott. Súlyt kaptak a dolgok, körben egy középpont körül. És ez a középpont a gyermek volt. Ezt meg ezt kellett csinálni a gyermekkel, ezt meg ezt kell csinálni a gyerekért. Hamarosan megjött Dirtalan, Iván és Dumitru. Egy szépen faragott bölcsőt hoztak, és sorra oda mentek hozzá, nagyon komolyan kezet nyújtottak, ami csak nagyon ritka és ünnepies alkalommal szokás. Csak ő nem jött, hogy megnézze a gyermeket. Néha megjelent képzeletében a rózsaszínű ágy, és az az asszony. Az öregek elmondták, hogy az uraságnak medvét is jelentettek. Biztosan jönni fog az úr, meg az úrfi is. Mi történt veled, Nuca? Nem olyan vagy, mint... Persze. Fiú? Persze. Lát már? Hát persze, tehát nem macskakölyök. De beszélni még nem tud. Jaj, miket tud kérdezni? A fene tudja ezeket a dolgokat. Mit nevetsz? Semmit. Az úrfi bement a szobába. Az asszony kiment a ház elé elrendezni a dolgokat. És mikor egy idő múlva visszajött, Gáspár ott állt a bölcsőnél,
és halkan suttogott a gyermeknek. Közben csavargatta a fejét, mint aki mókázik. Úgy egyenesedett föl, mint aki tetten értek. De már akkor az asszony egyetlen ugrással ott volt mellette, s két karját a nyaka köré fonva a melléhez simult. És ott állt egymáshoz simulva két kigyúlt ember. Hosszan tartott a vadászat. Az asszony naphosszat dalolt. Szebben égett a tűz, s az esték, a gyermekhalk gügyögése. Gáspár minden nap elment, de estére hazatért. Tartott a vadászat, őzre, szarvasra, disznóra, s egy nagy medvét hajtottak, amelyik mindig elbújt előlük. S néha dörrent egy-egy idegen lövés. És Dumitru jelentette az úrnak, hogy 8 ember tanyázik a puján a vúrfu alatt, 5-nek puskája van, 3-nak csak baltája. Haramiák. Olyanok, akiket csendőrök keresnek esztendők óta. Olyanok az emberek között, mint állatok között a farkas. A szép tiszta időben a kékes füst oda vezette az uraságot, az úrfit és a 3 számadót. Állj! Aki megmozdul, golyót kap a fejébe. Nem támadva jöttem, de aki reám támad, meghal. Ki a fej köztetek? Én. Te vagy, akit Bangyillának hívnak? Én. Hát azt tudod-e, hogy én ki vagyok? Tudom. Éltető uraság. Akkor azt is tudod, mit jelent az, ha én valamit mondok. Ide figyelj! Semmi közöm hozzá, hogy nektek mi dolgotok van odalent a törvénnyel. Magatok végezzétek, s azok, akikre tartozik. De az én erdőm nem zsiványtanya. Holnap estig időt adok, hogy eltakarodjatok innen. De akit közületek holnap után reggeltől kezdve, bárhol és bármikor az erdőmben meglátok, azt úgy lövöm le, mint a kóborló farkast. Megértettétek? Megértettél, Bangyilla? Szavakkal szólottál, uram. Megértettük. Akkor így áll egy áldomást az egészségünkre. Sok évig éljél, uram. Veled szeretnék békességben élni, de nem félsz tőlünk, uram? Egy cseppet sem? Tőlem? Bangyillától sem? Tám bolond vagy. Te vagy bolond, uram, hogy leülsz ide közénk. Emberek! És abban a pillanatban a 8 haramia az uraságra, az úrfira és embereire ugrott. De a hatalmas testű uraság elkapta Bangyillát, félkézzel felemelte, és úgy vágta a másik kettőhöz, hogy azok menten elterültek. A többivel Gáspár és Ivánék is elbántak. Látjátok, Bangyilla, hogy nem ijedünk meg tőletek. Gyerünk! Ha holnap után meglátok egyet is közületek, azt úgy lövöm le, mint a kóborló farkast. Hozzád megyünk, Gáspár, besötétedett, nem érnénk le a szállásra. Megyünk hozzád a komárnyikra. Hozzám? Igen. Ha úgy gondolja, apám, mert ott... Taknyos, azt hiszed, el lehet titkolni előttem valamit? Mit gondolsz? Ki gondoskodott addig a fehér népedről, míg oda voltál? Tőled ugyan éhe halhatott volna. Most megnézem azt a fehér népet. Mire a csillagok kigyúltak, ott voltak a komárnyikon. Az asszony az ajtóban állt. Mikor megpillantotta maga előtt az urat, szinte kővé merett. Aztán zavartan hajtotta meg a fejét. Kezi csókolom, tessék, beljebb. Ez igen. Rend, tisztaság és bölcső. Fiú? Igen. Nagyot nőjön. Te asszony, hova való vagy? Az Isten széke alatt éltünk. Igen, a kerekházban. Akkor én már láttalak téged, csak akkor még kicsi voltál. Apáddal mi lett? Tati elment. Derék ember volt. Ugye Tógyerik volt a neve. Hívtam számadónak, kár, hogy nem jött.
Helyette jöttem én. Jól van. Fehér nép számadó még úgy sem volt az erdőmben eddig. Hol alhatok? Előkészítettem a belső szobát az úrnak, meg a Gáspár úrfinak. Jól van. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Tudod, Gáspár, hogy a dolgaidban nem avatkozom soha, de most annyit mondok neked, hogy ez a fehér nép nem játéknak való. Belenéztem a szemébe. Ez nem szerető, ez asszony. Ha meg is unod, ezt az asszonyt nem lehet csak úgy elcsapni. Gáspár, ígérd meg nekem, hogy akármi történjék is ezzel az asszonnyal, meg a gyermekkel, gondod lesz rájuk, ha én már nem is élek, akkor is. Ígérd meg! Ígérem, apám. Reggel az úr megköszönte a szíves látást, megnézte jól a gyermeket, azzal elment. Gáspár még maradt egy-két napot, de rossz kedvű volt, ingerült, ha a gyerek sírt, az étel sem ízlett, a bornak ecet szaga volt, szinte örült, amikor Iván beállított. Az úr üzent, menjen le az úrfi, mert vendégek jönnek disznajóra. Nuca, elmegyek! Ne búsulj! Ha majd lehult a hó, visszajövök medvére. Azt a nagyot meg kell találjam. Aztán hamar elment, vissza se nézett az asszonyra. Lassan elhervadt minden élet. Előbújtak a szelek, beköszöntött a hideg. És beteg lett a gyerek. Vörös volt a kis arca a láztól, nehezen hörgött. Az asszony két napig tanácstalanul várt. Aztán nem tehetett mást, elindult a gyermekkel Ferencékhez. Nehéz volt az út ilyenkor. Közben a gyerek sírt. Mégis odaért délre. Jó napot! Beteg a gyermek. Forrósága van, nem értek hozzá. Minek az ilyennek, gyerek? Mutasd a! Fagyas ruhát teszünk a mellére. Igen. Fél nap múlva fel kell újítani. Igen. Itt van hozzá a fagyú. Vízzel nem szabad hozzáérni, amíg a forrósága meg nem szűnik. Köszönöm, köszönöm, hogy segítettek rajta. Isten áldja! Ilyen a természete, tudod, de jó szíve van azért. Isten megáldja, Ferenc bácsi! Talán majd meg is tudom hálálni egyszer. Sietve kapaszkodott fölfelé, már hó csapódott az arcába. Hirtelen sötét lett, lihegett a futástól. Mire fölért, sűrűn havazott már. Hirtelen megállt, mert világosság áradt ki az ablakokon. Elszántan nyomta be az ajtót. Bangyila volt ott, az embereivel. Aj, hazajöttél, kis ringyó! Remélem, örvenc az előkelő vendégeknek. Egyedül jöttél? Ki van még kint? A testvéred, az ördög. Megittuk a szeretőt pálinkáját. Adod még lejjebb is, babám. Hadlám, milyen úri fattyút csinálnak az urak? Ne nyúlj hozzá, disznó! Ha a gyermekhez nyúl valamelyik, kikaparom a szemét. Nem látjátok, beteg! Mint valami barmok, nekiesnétek a gyermeknek. Látszik, hogy prepegyitek vagytok, banditák. Semmire való pogányok. Menj az útból, tiszta ruha kell a gyereknek. Nem férsz tőlünk. Fél a nyomorúság. Mit bámultok? Tegyetek a tűzre inkább. Elég a bolondságból, asszony. Megtudtuk rólad, hogy közönséges rosszféle vagy. Urak ringyója, semmi más. Kimondtuk rád az ítéletet. Megbüntetünk! Szerető kell? Hát most kapsz 8-at egyszerre! Valahányszor egy is közülük erre a vidékre kerül, nálad tölti az éjszakát! Kimondtuk rád az ítéletet! És amit mi kimondunk, az ellen nincs beszéd! Gyere! Átmenjünk a belső szobába! Gyere, ne várj! Hogy a hajadnál fogva húzzalak be, hallod? Csak úgy megyek, ha a gyermeket is visszük. Hát hozzad! Mit öröl magad érte? Csinálunk neked ma különbet. 8 apja lesz, nem is egy. Hallgassatok! Asszony, vetkőzz le. Nem érted? Vetkőzz le! Te! Hányszor mondjam? Gyorsabban! Mindent! Az inget is. Nem hallod? Kérem, ne! Az inget is! És most ki a hajad. Egészen most ki. Szép asszony vagy. A hajad. Valamikor régen volt egy asszony, akinek ilyen szép haja volt. Elenának hívták.
anyák. Az én anyám is Elena volt. De sok Elena van a világon, de olyan. Él még az anyád? Nem él, régen meghalt. Apám meg 2 éve. Hová való vagy? Az Urszuban éltünk, déda fölött, amíg... Azelőtt nem tudom. Ha nézlek, mint a Elenát látnám, amikor... Volt ott egy tó, fehér nyírfák. A tó partján 3 patak ömlik a tóba, és a tó fölött egy fehér nyírfa kereszt. A tó fölött egy ház, és a kereszt... Anyám, Elena... Mit beszélsz? Akivel az Urszuban éltél? Tóth Erik? Igen. Te? Te akkor... Akkor... Nucuka. Nuca. Így nevezett anyád. Öltöz fel. Hé, ti! Mehetek, Bangyilla? Végeztél az asszonnyal? Takarodjatok innen! Ki a szénába mind! Mit beszélsz? Nem így döntöttünk! Az az, hogy mindannyiunké! Kifelé! Kifelé! Kossz! Egy szót se szóljatok! Nem tudom, mit mondott neked öreg apád rólam. Mert Tóth Erik a nagyapád volt. Gazdag ember, malma volt, s egy gyönyörű lánya. Elena, az anyád. Megszerettük egymást, aztán megszülettél te. És mert leány lettél, valahogy ez nem volt kedvemre való. Egyre jobban elidegenedtünk egymástól. Anyád veled hazament Tóth Erikhez a malomba, s Tóth Erik anyádat hozzáadta Jákobhoz, a korcsmároshoz. Rossz híreket hallottam felőlük. Verte anyádat, a korcsma vendégei előtt lehordta mindennek. Mikor ez a hír eljutott hozzám, fogtam a baltát, leballagtam a hegyről, s a korcsmárost megöltem. Öregapád Tóth Erik malmát fölgyújtottam. Anyáddal s veled felmentünk a hegyekbe elbújdosni a csendőrök elől. Aztán Elena beteg lett. Gyulladás volt a tüdejében, másnap meghalt. Szép egyenes juharfából csináltam a koporsót, s ott fenn eltemettem, s állítottam a fakeresztet. Tehát, amit a nagy tűzvész is meghagyott. Ott értek a csendőrök a sírnál. Lecsuktak, de én megszöktem. Elmentem Tóth Erikhez, de már nem a gazdag, büszke molnárt találtam, hanem egy szomorú vénembert. Messzire eljöttem onnan, fel a hegyekbe, és mit tehettem? Haramja lettem. De az a kereszt ott áll, hogy mutassa az Istennek, mit tett. Mert én azóta gyűlölöm az Istent. Mire reggel az asszony felkelt, üres volt a ház. 3 nap is eltelt, mikor a ködön át egy ember jött lefele, puskával a vállán. Megsebeztem egy nagy medvét, és a nyomán egész a gerincig mentem. Nagyon vérzik. Biztosan megfeküdt valahol a sziklák között. Hideg van. Olyan furcsa a szemed, mintha sírtál volna. Ugyan. Éppen most. Úgy látom, nő a fiú. Iván mondott valamit, hogy beteg volt. Adj egy kis pálinkát. Úgy emlékszem, maradt itt néhány üveg. Megitták a... Megittam. Úgy? Válik egészségedre. Lefekszem, kutya fáradt vagyok. És nehéz napom lesz holnap, megyek a medve után. Jó éjszakát! Nuca úgy érezte, most az utolsó lehetőség, hogy a férfi visszatérjen hozzá. Megfürdött, a haját kibontotta, lábújhegyen ment a belső szobába, az ágyig. Nézte az alvó férfit, és nagyon akarta, hogy ébredjen föl. Nézzen rá, ölelje magához. Annyiszor sikerült már elérnie, hogy a másik azt tegye, amit ő akar. De most nem sikerült. A férfi nyugodtan aludt tovább. Belátta, nincs már hatalma fölötte. Érezte, mindennek vége. Reggel a férfi kapkodva öltözött. Igyekszem a nagymedvére! Gáspár,
Kívánom, hogy szerencsével járjon. Vadásznak nem szokás szerencsét kívánni. Nem vagyok babonás, de ezt tanuld meg. Mikor Iván este benyitott a házba, ott talált az asszonyt a kemence sarkán ülve, karjában a gyermekével. Nincs itt az Urfi? Nincs. Reggel elment. Arra. Visszajön ide? Nem. Iván bácsi, hallotta a lövést? Nem én, lelkem. Nem hallottam semmit. Onnan jött, amerre a nagy medve van a sziklák között. A szálláson volt az úr, a vendégei, és várták Gáspár Urfit. De az Urfi még másnap délben sem jött meg a szállásra. Sorra járták a gerinceket. Fölkutattak minden sűrűséget, de az Urfit sehol sem találták. Napok teltek el hiába való kereséssel. Az úr ki nem mozdult a szállásról. Mindenkit elküldött maga mellől. Azt beszélték róla, hogy eszét vesztette a fia miatt. Nuca pedig akarta, hogy jöjjön el valaki a házba, aki tette. Nagyon akarta. Gyere be! Régóta várlak. Miért jöttél olyan lassan? Engem vártál. Pálinkát adj! Így áll, Mihály, így áll. Vártalak, Mihály, mint a mennyasszony a vőlegényt. Beszélni tudsz, kis ringyó. Mindjárt meglátjuk, hogy tudsz ölelni. Fenyőszesz. Tűz van benne is erő. Így áll, töltök még. Micsoda, pálinka. A vízes kancsóból töltöd? Vízez, Mihály. De én azt akarom, hogy te fenyőszesznek idd. Így áll még. Ugye berúgtál, Mihály? Forog minden, kóvályog. Gyere az ágyra. Gyere! Kellek neked, Mihály. A csókom, az ölelésem. Szép vagyok? Szép. Ugye nem tudsz megmozdulni, nem tudsz, mert én úgy akarom. Könyörög, Mihály, imádkozz, hogy szánjalak meg, és engedjem, hogy megérinthesd a testemet csak egyszer. Asszony, én Istenem, segíts, gyere, pálinkát! Elég volt. Ide figyelj. Elindulsz, és kimégy oda, ahol megölted őt, ahol ő fekszik, akit megöltél. Tedd a nyakadba azt a kötelet. Kimégy oda, és azon a helyen találsz egy fát. És arra a fára fölmászol, és ennek a kötélnek a végét erősen hozzákötöd a legvastagabb ághoz, és leugrasz a fáról. Az ember reszketve, merev testtel, mint egy alvajáró, elindult a havas tisztáson fölfele. Nyakában vitte a kötelet. Aztán lassan elnyelte az éjszaka. A hajnal ott talált az asszonyt virrasztva a kemence sarkában. Mikor az első napsugár végigesett a tisztáson, elindult a száraz fenyőfához. Megdöngette háromszor a balta fokával. Öreg apó, fölfele egy nyom indul a hóban. Jelt húz maga mögött a nyom, nem lehet eltéveszteni. A nyom végén egy ember talál fölakasztva a fán. Ott kell keresni Gáspár Urfit, a hó alatt. Két nap múlva a csendőrök jöttek föl, és velük az úr. Ahol az akasztott ember lógott, a mély hóba betemetve, ott feküdt az Urfi. Hátába kapta a lövést. Mellette félig nyúzott hatalmas medve. Az Urfi fagyott testét kiemelték a hóból, és levitték magukkal. Szán hozta ki a fekete érc koporsót gyerkóig. Előment a szán a koporsóval, s mögötte egy másik szánon, sötéten és egyedül az úr. Aztán sokáig nem történt semmi. Már kibomlottak a barkák is, és egy napon megjött az úr. Megsimogatta a gyermeket. Asszony, van-e már neve? Gáspár. Gáspár. Asszony, kicsi Gáspárt magamhoz veszem. Embert csinálok belőle. Reálhagyom a nevem és a havast. Készülj, asszony. Ne haragudj, uram, jobb itt nekünk. Nem megyek sehova. Akkor itt maradsz, de a gyermeket viszem. Nem teheted, uram, a gyermek az enyém, az én fiam. De az én unokám. Értsd meg,
Asszony, ez a gyermek az utolsó éltető. Úr kell legyen belőle is, mint ahogy az ősei is mind urak voltak. Le kell mondanod a gyermekről. Kell! Nincsen más, aki ezt a nevet tovább vigye. Nekem sincsen más. Nem adom a gyermekemet. Senkinek sem adom! Napok teltek el. A juhok kolompja kint szólt a tisztáson, mikor egy ember jött ki az erdőből, és elkezdte terelni az állatokat be az erdőbe. Noca felkapta baltát, és futni kezdett a legény után. Jó időbe telt, míg el tudta kergetni a legényt, és visszaterelni az állatokat a ház köré. De ahogy a ház felé közeledett, elfogta valami különös érzés. Olyan néma volt a ház. Az ajtó félig nyitva. A bölcső ott állt, és nem volt benne semmi. Az asszony eszét veszte, rohant le a szállásra. Már éjszaka volt, mikor odaért, s Birtalan felrázta. Birtalan bácsi, hol a gyermekem? Ha? A gyermek? Mi van vele? Elloptátok a gyermekemet. Hol van az úr? Az urat akarom látni. Nem volt itt, asszony. Mióta fönt járt nálad, nem volt. Igazán nem ti hoztátok el a gyermekemet? Úgy segítsen az Isten. Asszony, csak nem gondolod, hogy közülünk egy is ilyet? Parancsra vagy pénzért? Csak nem gondolod? Éltető uraság cselédei mesélték. Egy tavaszi napon egy asszony jött be az udvarra. A haja borzolt volt, a ruhája tépett, látszott rajta, hogy bolond szegény. Valami gyermeket követelt. Mikor az úrnak megjelentették a dolgot, egy marékra való bankópénzt küldött ki az inassal. De az asszony 1000 darabra tépte a pénzt. Aztán csendőrök vitték el a sikoltozó bolondot. Később vásárosok beszélték, hogy a ratosnyai országos júvásáron egy őrült asszony járkált, és egy hosszú legény keresett a népek között. Aztán leült az út szélére, és jövendőt mondott az embereknek. Csöndesen és komolyan állt a tömeg a vadonatúj ratosnyai állomás előtti térségen. Mintha temetésre gyülekeztek volna. Nézték az urak útját, a nyári reggel fényében csillogó hosszú acélkígyót, mely félelmetes és szorongató egyenességgel nyúlt el Déda felé, és keresztül gázolt a falun, tanyán, patakon, szántón és virágos kaszálón. Hátul a réten nagy tüzek égtek, és ott sütötték az ökröt a báró cselédjei a népeknek a vasutavatás alkalmából. És egyszerre megjelent egy fekete valami, és jött egyre közelebb. Aztán hirtelen fügy hasadt ki belőle. Lassulni kezdett, és megállt a díszkapu alatt. A báró lépett ki az egyik kocsiból, s avató beszédében elmondta, mi mindenre jó a vasút, a kultúra és jólét fontos terjesztője. Majd meghívta a népeket az örömünnepi lakomára. De a tömeg hallgatagan állt. Nézte a pöfögő füstölő ördögmasinát. Majd nem hallgatva az invitálásra, szétszélett, ment a faluja, tanyája, hegyi szállása irányába. A báró és a többi urak értetlenül néztek. Az öreg árszintja a község juhásza szólította legényeit, és elindultak a nyájjal föl a Fontinelre, a tavaszi nyári legelőre. Fönt a Fontinelen ámulva látták, hogy a kalibában valaki lakott, hiszen egy törülköző kendőt találtak, amilyen csak fehér személy használ, s aranyhajszálakat. S még nagyobb volt árszintja és legényei csodálkozása, amikor hajnalban a gerinc mögül gyönyörű szép énekszót hallottak. A legvidám a pakulár nem nyugodott. Egy hajnalon elindult az énekszó után. Hé, állj meg! Várj meg! Te vagy az a fehér személy, akinek énekét hallottuk. Ne szaladj el! Vártalak, legény. Vártál? Honnan tudod, ki vagyok én?
Miért vártál volna? Te vagy az a legény, aki esztendeje fönt a komárnyikon, vadkúrjongatásokkal elhajtottad a háztól az állataimat, hogy az alatt társad gyermekemet elrabolja. Mondd, legény, miért tetted ezt? Az úgy volt. Egy este az úr, éltető uraság elfogott az úton. Hionnal ballaktunk a korcsma felé. Akartok pénzt keresni? 1000 forintot, kérdezte. Kit kell megölni? Kérdezte Juan. Csak el kell lopni egy gyermeket. Így volt. Hova vittétek? Nem tudom. Én csak... Disznók! Az én gyermekemet loptátok el! Ki az a Juan? Hol lakik? Juan, a Piperikről. Az ökörcsordával van fönn. Mit érdemeltek hát? Mondd meg te magad, legény! Mit érdemel az olyan, aki ellopja egy asszonytól egyetlen gyermeké? Asszony, bocsáss meg! Én... Jaj nekem! A halálmadár! Jól tudod, legény. A halálmadár szól, neked szól, legény. A legény döbbenten nézett az asszonyra. Majd hatalmas kiáltással a hegynek iramodott, fölfelé, ahol az a nagy szakadék van. Az asszonyt valami nagy-nagy fáradtság kerítette hatalmába. Lassan leballagott a patakhoz, levetkőzött, s belevetette magát a vízbe. Nem fázik a ruhám? Lehet. Gyere csak ide, gyere csak ide, mondok valamit. Mit akar mondani? Na, mit csipked? Te kapsz egy forintot. Mint maga? Hiszen a hasától. Olyan hasa van éppen, mint akinek gyermeke lesz. Te tudod, te ki vagyok én? Egyéb ez az erdő. Az egész, amit látsz, a fűrésztelep. Kapsz egy forintot, ha? Akkor én is a magáé vagyok, mert itt az erdőben vagyok, igaz? Na jó, vesse le maga is a ruháit, de siessen ám! Igen, ha? Igen, ha? Már is, ha? Már is. Hát, hogy vetkőzöm, te gyere! Most aztán fogjon meg, ha tud. Te bolondolsz? Hogy is megfoglattam? Gyere, hasúr, fogd meg, hasúr! Hogy ilyen csúnya legyen valaki! Kis ember, nagy hassal, tiéd az erdő, és minden, ami benne van, én is! Fogd meg, mutasd meg, hasúr! Gyere vissza! Micsoda mutat réfa ez! Hé, te hol vagy? Hol? S hová lett a ruhám? Segítség! Emberek! Ellopták a ruhámat! És Schwarz úr anyaszült mesztelenül indult a falu felé. Szerencsére két csendőrrel találkozott először, akik ámulva nézték a gazdag urat, majd egyikük megszánta az esőköpenyével. Az asszony akkor már útban a Piperik felé, ahol az ökölcsorda legel, szedegette a málnát. Napnyugta után ért a Piperikre. Meghallott az ökörcsorda kolombját. Egy fekete ember evett a kunyhó tövében. A Piperikről való Juont keresem. Én vagyok az. Ismered a komárnyikot? Igen, vagyis hallottam róla, de sosem jártam ott. Hazudsz! Ott jártál és elloptál egy gyermeket, az enyémet! Te vagy az, asszony. Igen. Elmondok mindent. Hárman voltunk testvérek. Apám bíró volt, gonoszságokat művelt, és egyszer leégett a háza, meghalt. Anyán kiköltözött velünk a Piperikre. Fát döntött, mint a férfiak. Szántott vetett, hogy minél több pénzt keressen, és a pénzzel oskolába lehessen küldeni a bátyámat. Urat akart belőle csinálni minden áron. Oskolába vitt a városba. És mi dolgoztunk, hogy a bátyámnak minél több pénz jusson a tanulásra. Anyám az öcsémet leszerződtette a kőfejtőhöz, míg leszakadt rá egy szikla. Én a községhez voltam elszegődve disznópásztornak. Anyám beáll dédára a kőfejtőhöz. 2 nappal Szent Mihály előtt reáomlott egy görgeteg. Megmaradt, de a szeme világát elvette örökre a kőpor. Ettől kezdve még nehezebb lett nálunk az élet. De dolgoztunk. Anyám otthon, vakon elvégzett mindent, hogy a bátyám megkapja a pénzt a városon. Aztán a bátyám egyre ritkábban jött haza, akkor is csak pénzért. Nekem megvallotta, hogy nem járt ő iskolába, csak élt. Elverte mind, amit a tanulásra küldtünk. Anyámnak én azt hazudtam, hogy a bátyám úr lett, hivatalnok,
Gazdag házasságot kötött, és ő küldte azt a tehenet, amire anyám annyira vágyott. És ő küldte mindazt, amit én kínos, keservesen megszereztem, hogy értünk megvakult anyámat, boldoggá tegyem. Ígértem neki, hogy a bátyám juhokat küld, pedig nem volt miből megvennem azokat a vásáron. És akkor egy este ott mentünk kettesben az úton egy legénnyel, és szembe jött éltető uraság. Akartok pénzt keresni? 1000 forintot? Így volt. Másnap beszaladtam a Szászrégeni vásárba, és vettem 65 szép juhot. Anyám nevetett, és egészen fiatal volt megint. Azt hitte, a bátyám küldte. Aztán másnap Szent György volt, és én följöttem a csordával ide. Igen. Kérdezzék valamit, asszony. Mondd, nem akarnál a feleségem lenni? Te is egyedül vagy, én is egyedül vagyok. És én nagyot vétettem ellened. A feleséged? Ember! Én azért jöttem ide, hogy megöljelek. Hát ölj meg. Várj. Levetkőzöm. Így. Szép vagyok? Szép. Te, asszony, te azt akarod... Odaadom magam neked, Juon, gyermekem elrablója. Odaadom magam, és ezzel megöllek. Aztán az asszony útra kelt. Hosszú gyaloglás után eljutott az úszóbeli házhoz, ahol tógyerikkel élt. Megpihent a furcsa kerekház üszkös romjain, de nem volt soká maradása. Az ulmura hajtotta valami, ahol a vén Szándru, fiai, Nácu élt nyaranként a juhokkal, és ahol mindenütt fekete volt a fű. Sírt. Adjon Isten, leány! Sírsz? Valami bajod van? A világnak van baja. Ami szép, az eltelik, és csak olyan jön a helyébe, ami csúnya. Ugye te is a régi Ulmut keresed, a tüzet, amelyik mellett testvéreid ültek, és apád. Vissza akarnál térni egy elhagyott útra, amelyről magad tértél. Miket beszélsz? Ismersz engem? Igen. Indrei Szándor a neved. Vagy Sándor András? Persze, emlékszem rád. Valaha mókust ígértem neked Tógyerik furcsa kerekházánál. Mondd, mit akarsz? Apám urat nevelt belőlem, anyám utolsó akaratára. Engem Szándrónak hívtak, de ilyen név nincs az urak között. Így lettem Sándor, és ezért haragudott meg apám. Főszolgabíró lettem, és feleségül vettem egy leányt, aki nem hozzám jött feleségül, hanem a főszolgabírói hivatalhoz. És amikor meghalt az apám, ő nem jött el a temetésére. Egyedül álltam a koporsó mellett, mert még a testvéreim is elhúzódtak mellőlem. A temetés után azt mondtam a feleségemnek. Szedd össze a holmidat, és eredj haza az úri apádhoz. Az én apám csak egy vén bocskoros olá volt. Attól kezdve nem volt élet az életem. Feleségem családja tele kiabálta ellenem a világot. Mikor letettek a főszolgabíróságból, nem is bántam. Éreztem, hogy felemás ember vagyok, sem ide, sem oda nem tartozó. A bocskorosoknak úr, az uraknak bocskoros. És miért jöttél ide? Meg akarok halni. És te? Én nem halok meg soha, én boszorkány vagyok. Bele tudom csókolni a halált az emberekbe. Akkor gyere, csókold belém a halált. Várj, amikor én csókolok, akkor nagy tűz kell, hogy legyen. Pusztulás! Tüzet akarok! Tüzet! Mit teszel, asszony? Ég a ház! Ég, békesség háza! Eltelt idők háza, ég! Holt idők nyomát tűzem észre meg! Most megcsókolhat Szándru fiú! A tetőn ott áll mereven a kereszt. Apád régen ráírta. Meghalt Szándru Indrej. És most gyere, hadd csókoljon beléd a halált. A
amikor a férfi elment, Nuca feszülten figyelt. És egyszer csak eldördült egy lövés. Meghalt Szándru Indrej, Sándor András, aki az uraknak bocskoros, a bocskorosoknak úr maradt. Az asszony elindult a piperik alá, ahol Juán anyja, a vak öregasszony hallgatta a nyáj bégetését. Vak szemeit a nap felé fordította, és arra gondolt, hogy lám a legnagyobb fiából úr lett. Ülj le! Honnan jössz, asszony vagy leány? Messziről. A fia küldött, amelyik úr lett. Megfogadott, hogy gondozzam a juhokat. Az ami... én drága, jó fiam, Gondoreám! Nem elég, hogy gazdaggá tett ezekkel a juhokkal, most még téged is ide küld. Majd mindent elvégzek én. Nem, nem. A fejést meg a sajtkészítést elvégzem én. Te a legeltetést, elválasztást, meg ami van. Mm-hmm. Én leszek a bács, te a pakulár. Te asszony, beszélj a fiamról. Szép nagy háza van a városban, és úgy él, mint az urak. A feleségének sok földje van, igazi úri kisasszony volt. Gyermeke van-e? Gyermek? Az nincs. De lesz, és Gáspár lesz a neve. Miért éppen Gáspár? Jaj, ezt csak úgy mondtam. És akkortól kezdve elvégzett mindent az öreg asszony körül a házban, a juhoknál. Hallgatta az öreg vakasszonyt, aki az urrá vált fiáról beszélt. Egy nap egy hegyi ember állított be. Elmondta, hogy a másik fiú, Juan, aki a csordánál volt, eltűnt. Egy asszonyról beszélt, meg valami varázslatról. A vakasszony elsiratta, de továbbra is csak a másik fiát emlegette. Aztán egyszer Nuca úgy érezte, mennie kell. A butka ember nem járt a rengetegében, kialudt tüzek nyírkos hamuszagát érezte. Aztán átment egy szedresen, és egy kis tisztáson egy embert látott. Eljöttem, Bangyilla. Vártalak, leányom. Hát, így látod, így, itt a sűrűben, távol az emberektől, távol a csendőröktől. Ott a bozótosban a barlang, a szállás. Most hatan vagyunk csak, te vagy a hetedik. Szép itt. Szép, ha az ember nincs egyedül, ha nincs asszony nélkül. De én már évek óta mindig arra vágytam, hogy legyen mellettem egy asszony. Szinte kár, hogy a leányom vagy. Olyan vagy, mint Elena volt, az anyád. Még a szemed is olyan kék, mint az övé, mint a tarnics. Megünnepeljük, hogy itt vagy. Igyál, pálinka, szilvából való. Nem kell. Hát, mi kell? Víz. Víz? Adjon Isten, asszony, engem Teofilnak hívnak, a Sánta Teofilnak, mert látod, a lábam... Engem meg Nucának hívnak. Hozok vizet a forrásból. Teofil? Engem. Ne gondolj arra a lányra annyit. Nem érdemli meg. Jól tetted, hogy eldobtad magadtól a fejszét ott a csűr mögött, s hagytad, hogy elfusson az a leány. Az anyja, az öreg asszony talán megérdemelte volna, ő gyűlölt téged. Ő beszélte ellened a leányt. Ki vagy te? Mi vagy te, hogy ezeket tudod? Boszorkány vagy? Megjöttek a többiek is. Szó nélkül elfogadták, hogy egy asszony is itt van közöttük. Nuca vacsorát készített. Bangyilla az emberekkel valami házról beszélt, amit egy özvegyasszonytól meg lehetne venni. Tanácsot tartottak. Tele van a havas urakkal. Válogathatnak közöttük. Első éjszaka a biszticsórai urakat intézték el. A második éjszaka meglátogatták az Ilva völgyét. Harmadik éjszaka a Djálubrádon garázdálkodtak, raboltak, s ha úgy kellett, öltek. Minden hajnalon megrakodva tértek vissza. Nuca egyik reggel, mikor a férfiak aludtak, tüzet rakott. Hé, te! Ne tüzelj a füsttel, míg ránkozod az urakat, meg a csendőröket!
Nem hallod, asszony? Nem hallgatsz rám? A pofonokat köszönöm. Anton, oda kellett volna kiáltanod, hé, állj meg! De te nem kiáltottál. Egy asszony volt a szekéren, és egy gyermek. Anton, a te asszonyod voltál, és a te gyermeked... Mit beszélsz? Haragudtál az asszonyra, Anton, mert más férfi járt hozzá. Szóváltás volt köztetek egy pajta előtt. Aztán ott hagyott, elvitte a gyermeket is, elmentek annak a másiknak a szekerén. És te nem kiáltottál rájuk, hogy a patak kimosta a hidat. Miért lettél erdei haramia? Téged nem is kerestek a csendőrök. Honnan tudod? Ne gyötörd magad, Anton. Annak az asszonynak meg gyermeknek meg kellett halni. Hiába bánod, hogy te nem kiáltottál, hogy a híd. Látom a szemedben. És még mit látsz? El se hiszed. Ha eljön az idő, én öllek meg. Még hogy te ölnél meg? Még hogy te ölnél meg? Jó, hogy magadban találok, menyecske. Te szent asszony vagy. Te azok közé tartozol, aki a dolgok mögé lát. A szemináriumban azt tanították, hogy aki jó keresztény, az idvezül. És a jó keresztény, aki megfizeti az egyházi adóját, eljár a templomba, gyón és áldoz. De mi éreztük, hogy sok minden nincs rendben e körül. Tudod, az ember mégis beletartozik valami közös karámba. Igen, a láda. Miféle láda? Az emberek ott lent nem tudnak láda nélkül élni. Először csinálnak egy kicsit, úgy hívják, hogy bölcső, aztán egy nagyobbat úgy hívják, hogy ház, és még sok-sok láda, a szokások, a törvények, ládából ládába, s az utolsó láda a koporsó. A láda sohasem engedni mozogni az embereket úgy, ahogy szeretnének. Igen, a láda, a kötöttség, a törvény. Szabad olyasmit tanítani, amit magunk sem hiszünk? Olyasmit még gondolni se szabad. Na látod, ez volt a baj. Minden vasárnap el kellett mondjak a templomban olyasmiket, amiben magam sem hittem. Ezt nem bírtam sokáig, s elkezdtem mondani azt, amit hittem. Az emberek csodálkoztak, de tetszett nekik. De a többi papnak nem tetszett, és a püspöknek sem tetszett. Eljött a templomba, és hagyta, hogy beszéljek, de mikor a szertartás helyett elkezdtem egyszerűen beszélni, fölugrott, Isten káromlónak nevezett, tépte le rólam a ruhát. Hát én védtem a magam igazát, de mikor ő továbbra is csak támadt reám, engem is elfogott az indulat, felkaptam egy gyertyatartót, és leütöttem. Ezért kellett nekem menekülni az emberek közül, s erdei haramiának állnom. Te asszony, szép vagy, és én élni szeretnék, de nagyon. Akkor ne érints meg. Aki engem megcsókol, az meghal. Mi? Mit beszélsz? Ez igaz? Igaz. Mindenki, akit szerettem, de az is, akit nem szerettem, csak ő akart, mindenki meghalt. Bandyila kiadta parancsot az indulásra. Az emberek csomagokat kötöztek, elosztották a terhet. Lassan lépkedve haladtak az ázott, fekete sűrűségen át, föl a gerincre. Nappal megpihentek, de ahogy az este leszállt, mentek tovább. Olykor áthatolhatatlan sűrűség állta útjukat. Rossz kedvű vándorlás volt ez. Egy éjjel Bandyilla eltűnt Antonnal, majd hajnalra lovakkal tértek vissza. Következő hajnalon egy üres konyhót találtak. Az emberek fáradtan dőltek le, de Nuca lement a közeli patakhoz, levetkőzött, belevetette magát a vízbe. Majd mikor kijött, Teofét látta meg a bokrok között. Vártam réád. Haragszol, hogy meglestelek? Nem. Én akarlak téged. Valakihez kell tartozzék az valakihez? Ember. Valakihez? Nem jól tetted, Teofil, hogy meglestél. Megkívántál. Magadnak ártottál vele. A következő éjszakán átjutottak a Borgói völgyön, és valahol a Beszterce forrás vidékén töltötték a nappalt.
Már a fekete völgyben jártak, mikor Nuca meglátott egy templomot az erdőben. Aztán elérték a tisztást, ahol magányosan állott a ház, sűrű erdőkkel keretezve. Nuca nézte. Az érzéseivel nézte, és érezte, hogy az a ház jó ház. Eladó. Meg a rét, amit a szemeddel látsz, meg az erdő, odáig a gerincig, eladom. A tehenet elviszem, lemegyek a húgomhoz Telcsre. Mielőbb, mielőtt lehull a hó. Maradjon itt az ördög, amikor hó van. Aztán mit kér érte? Mit kérek? Nekem is élni kell, én már nem tudok dolgozni. Mit kérek? 500 forintot kap érte. Nagy pénz. Ajajajajaj. Megmondtam az árát, asszony. A pajta dől össze. A szint is újra kell festeni. Út sincsen, csak egy ösvény. Ajaj. Kevés pénz ez ezért a sok mindenért. Nem is tudom. Azt gondolom... Miért gondolja, hogy a sógora tette? Nem a sógora volt a maga ura, alacsony, széles ember, megcsúszott a sziklán és leesett. Nem volt a közelében senki. Nem a sógora tette. Az emberek meghalnak, mikor eljön az ideje. A sógora becsüli magát, ha lemegy a faluba, ajándékot kap tőle. Jaj, nekem. Ki vagy te, és honnan tudod ezeket? Ne ijedjen meg tőlem. Maga azért hiszi, hogy a sógora tette, mert az a fiának akarta ezt a házat. De ő ilyenre nem lett volna képes. A pénzét meg ne keresse többi a szalmazsákban, mert nincsen ott. Maga tette föl a padlásra, a hátulsó gerenda mögé. Menj meg, uram, a gonosztól. Honnan tudod te ezt? Há, ott van a szemében. Most meg arra gondol, hogy miképpen mentődhetne meg tőlünk. Ez nem szép magától, hogy éjszaka elküldene. Ne féljen, nem lopjuk el a tehenét. Nem, dehogy. Ment el, jövök! Nuca, igen, megriasztottad a vénasszonyt. Így nem csinálunk vele vásárt. De igen. Az életem egy részét én itt fogom eltölteni. A pénzem csak ugyan ott volt a gerenda mögött. Mondd, asszony, nem varázsolsz el? Békává vagy mi? Nem, csak megmondom, amit a szemében látok. Hát, mennyit is mondtál, ember? Tudja azt maga jól, de ha nem eladó, hát nem eladó. Várj, te várj! Dehogy nem adom, csak hát annyi. Birtokba vették a házat. Aztán lehult a hó. Teofilnak jutott először az eszébe a vadászat, és olykor hoztak egy-egy vaddisznót, medvehúst vagy őzet. Nuca végezte a főzést, mosást, és ő kapta meg az egyetlen ágyat a szobában. Bangyila és Anton a fal mellett csináltak maguknak fekhelyet szénából. A többiek a pajtában aludtak. Márilisztért, hagymáért, sóért, Teofil járt le két hetenként Telcsre az egyik lóval. Oda föl hozzájuk nem járt senki. Annál szokatlanabb volt, amikor egy délelőtt egy asszony jött fölfelé az ösvényen. Hé, van itthon valaki? Ide haza van a javas asszony? Jöjjön beljen, kicsodát kérdez. Hát az asszonyt, akiről azt mondják, hogy belelát a múltba. Meg megmondja a jövendőt. Hé, téged keres, asszony! Tessék, mit akarsz? Azt beszélik lent, hogy te meglátod az igazságot. Az öreg asszony mondta, aki itt lakott. A fiad miatt jöttél, ugye? Honnan tudod? Elment a fiad 3 éve. Úgy ment el, mint aki estére visszajön. Csak átment Romuliba kecskét venni. A vásárban még látták, aztán soha. Él a fiad. Mikor a vásárba indult, kivitted neki a tarisznyát. Ő azt mondta, később térek vissza valakihez, elmegyek még. Te azt felelted, akkor inkább haza se jöjj. Így volt? Jaj, nekem. Ő állt egy keveset, várta, nem mondasz-e mást, aztán neki indult a hegynek. Van ott valami ház, amelyik mögött nagy nyírfák vannak? Hát, a Sztenka tanyája. Ott lakik az a leány, Flórika. Miért nem akartad, hogy elvegye a fiad azt a lányt? A Sztenka lányt? Azt a rongyosat? Heten vannak testvérek. Nem azért kuporgattam a pénzt, hogy koldusokat neveljen rajta a fiam. Aj, de ne arról a leányról beszélj, hanem a fiamról. Azt mond, él. Él, és ha tudni akarsz róla, menj föl a házhoz, amelyik mögött nyárfák vannak. Kérdezd a leányt. A leányt? Jaj, csak hogy él a fiam. De miért ment el? A leánytól kell megkérdezni ezeket, jó asszony. Igen, igen, a leánytól. A fiamért, hogy újra láthassam. Hoztam néhány tojást. Tessék, Isten fizesse meg! Isten fizesse! Szent asszony vagy! Ha sok ilyen lenne ezen a földön,
még helyre jöhetne az emberek dolga. Aztán sokáig nem történt semmi. Lehult a nagy hó, a szél befújta a patakokat. Hosszú foga nőtt a hidegnek, és a csillagok odafagytak az égre. Néhány nappal karácsony előtt a Sánta Teofil lent volt a faluban, hogy meghozza, ami szükséges. Már kifelé ballagott a faluból, mikor kinyílt a faluban egy ablak. Hé, te, Sánta ember a hegyből! Mit akarsz, asszony? Na, mondd meg odafönt annak a menyecskének, hogy naponta hálát adok a jó Istennek, amiért hozzávezetett. Mert fönn voltam Sztenkáéknál. Nem is olyan rosszféle emberek. Dolgosak. Flórika megörült nekem, és elmondta, a fiammal össze akarnak házasodni. De mert én nem egyeztem bele, elment Kolozsvárra dolgozni. Gyűjti a pénzt, azt írta a fiam. És a leány olvasta el a levelet, mert olvasni is tud. És a fiam hazajön karácsonyra. Alig várom. Hát azt is, hogy összekeljen a Sztenka leányjal. Mondd el annak a fönti asszonynak. Meg azt is, hogy az anyám tehene egy hete nem eszik, a teje elapadt. Hallja-e? Nem marha doktor az a fönti asszony? Azért mondd el, kérlek, jó ember. És itt egy kis kalács, füstölt szalonna, tojás, aszalt szilva, hogy legyen az ünnepekre a látó asszonynak. Híre ment a faluban, hogy megkerült a gazdáné fia. Egy fiatal asszony már délután beállított síró gyermekével. Nuca hamar elrendezte. Ha a fiatal asszony visszatér az urához, s megbocsájtja neki a korcsmázást, meggyógyul a gyerek. Úgy is lett. És aztán jöttek az emberek sorra. Ki ezzel, ki azzal. Az egész fiát völgye bánata megindult lassan a fekete völgyön. Jött és jött lassan, de megállás nélkül, és hozta a maga ezerágú, ezerszövevényű panaszát, és a házat megtöltötte liszttel, tojással, túróval. Közben eltelt a karácsony is. Ott ültek az asztalnál. Hallgatagon ettek a kalácsból, ittak a mézesborból, és mindegyikük külön-külön elmélyült a maga emlékei között. Nuca külön ült, és a lángokba nézett. A bölcsőt látta maga előtt a kis Gáspárral. Aztán a bölcsőt üresen. A gondolatok feltépték a sebeket. Nagy fekete csöppek hultak a csöndbe, és valami nagyon fájt. A tavasz korábban jött, mint rendesen. Bandilla, az eresz jégcsapjai csöpögnek a napon, menni kellene, menni Nikodém kell. Nikodém már elment. Én is elmegyek. Ilyen a vérük, hiába. A vérükbe van. Az enyémbe is benne van, érzem. De én, ha már megvan ez a ház, én maradok. Furcsa nyugtalanság volt a levegőben. Nuca nagyokat járt az erdőn. Egyszer kezében frissen szedett virágokkal nézte a magányos templomot. És olyan volt, mintha hosszú-hosszú utat tett volna meg azért, hogy ide eljöjjön. A templom ajtaja nyitva volt. A festett ablakokon besütött a nap. Néhány kép, szelíd arcok. Aztán egyszerre csak ott állt egy ember kék palástban, a feje körül valami fényes köd gomolygott, és egyenesen ránézett. Kép volt, vagy élő ember? Hang verődött a falaknak, emberek, asszonyok jöttek, keresztet vetettek, beültek a padokba. Te hoztad ezeket a virágokat? Nem láttalak még eddig. Hol laksz? A fekete völgyben. Akkor te vagy az, akiről hallottam már ezt-azt. Na nézd csak, és eljöttél, és virágot hoztál. Ülj be a padba, oda túl, az asszonyok közé. Gospodin pomiluj. A paráznaság a legnagyobb bűnök egyike. Aki a babonában hisz, elveszett ember, a kuruzslásban ne higgyetek. A sátán követe az, aki látomásokkal bolondítja meg a hívő embert. Nincs köztünk helye jósló asszonyoknak. Csak Istenben higgyetek.
asszony. Holnap fogadhatjuk a fát a dolgozó. Sok otthon a tennivaló. Minden jót, emberek! Minden jót! Gyere vissza! Gyere vissza! Ide ülj mellém, a fűbe. Így. Te! Én tulajdonképpen le kellene csukassalak téged a csendőrökkel. Érted? Ellenségek vagyunk. Első perctől tudtam ezt, ahogy megláttalak. Figyelj ide! Amit te itt az emberekkel űzöl, az kuruzslás. Vén cigányasszonyok csinálnak ilyesmit. Tiltja a törvény. Miféle törvény? Az ország törvénye. Csodák nincsenek. Tehát aki ilyesmivel hitegeti az embereket, az megcsalja őket. Én nem jelentelek föl, de vigyázz, te rossz hírű kuruzsló, parázna nőszemély. Parázna mi az? Parázna az olyan fehér nép, aki mindenkivel szerelmeskedik. Aki veled szerelmeskedik? Nem velem, hanem mindenkivel. Szóval veled is, vagy veled nem? Aki veled, azt nem nevezik paráznának? Ostoba vagy! Megverlek! Vigyázz, mert megverlek! A kuruzslót vagy a paráznát! Te! Gyere! Hadd simogassalak meg! Hi! Állj meg! Állj meg! Fogj meg, ha tudsz, fogj meg! Most meg vagy, te! Átugrott a szakadék fölött. Gyere! Ugolj te is át a szakadék fölött! Hadd lássuk, megtart-e téged is az Isten, mert engem megtartott, látod-e? Na, ide gyere! Fekete ember! A szakadékon át, ha hiszel Istenben! Másnap egy öreg anya jött a házhoz, s megsúgta Nucának, hogy a tisztelendő atyuska este várja. Még kétszer üzent érte. Azt is, hogy jól fizet. Nuca mindig gyorsan elküldte az öregasszonyt. Vasárnap aztán kiprédikálta a papa templomban a látóasszonyt. Szitta a babonákat és a parázna bűnöket, a kuruzslásokat, ördöngőségeket, amiket a fekete völgybeli asszony művel. És a pokol kínjaival ijesztgetett mindenkit, aki hozzámegyen tanácsért, és csendőrökkel fenyegetőzött. Ellenségem, első perctől tudtam. Rágyújtom a házat. Hagyd el, Teofil, mindenkinek maga kell megverekednie az ellenségével. Vasárnap van, indulok. Hová megy? Templomba. Itt van 2 ezüst pénz. Az egyiket tedd le érte. Kísérjelek el? Mondtam, Teofil, ezt egyedül kell végigverekedni. Csak egyedül lehet. Nagyon szép vagy, Nuca. Ahogy ment, szedett egy csokor virágot. Még az erdőben volt, mikor a harang megszólalt. Mire a tisztásra ért, bentről már hallatszott a fekete ruhás beszéde. Amikor megállt az ajtóban, kissé vert a szíve. De aztán felnézett a kékpalástos emberre, Krisztusra, akinek faja körül köd gomolygott, és egyszerre megérezte, hogy nincs egyedül. A pap úgy meredt az ajtóra, mintha kísértetet látott volna. Nuca pedig állt fölemelt fejjel, és mosolygott. Állj meg, bűnös asszony! Távozz meg szentelt hajlékból, sátánnak leánya! Hiába hívtál szerelmeskedni, fekete ember! Nem te hozzád jöttem! Istenhez jöttem, akié ez a ház, s aki úgy kergetel téged magam elől, mint rossz szolgált szokás! Emberek! Eltűritek ezt a gyalázatot! Üssétek agyon ezt a boszorkányt! Kövezzétek meg! Perzseljétek meg mágia tűzön, mint keresztény őseitek tették! Üssetek agyon és kövezzetek meg! Emberek! Nem mozdultok! Hát majd én ütlek agyon akkor! Maga alá temette a tisztelendő atyuskának! Még a tisztelendő atyuskának! A látó asszony csak áll! Menekülj! Mindössze! Az emberek felszöktek a padokból. A zápor zúgva vert a templom föderét. Bevágott a törött ablakon.
Nuca kilépett a templomból, s mintha csak a nézésétől váltak volna ketté a felhők, meghasadt a sötétség a templom fölött, és egy éles, vakító fénysáv fúlt alá az égből. Így ment el a templomból abban az ítéletidőben, aranyösvényen, kibontott csillogó hajjal, virágkoszorúval a fején, és mosolyogva. És fölötte szivárvány ragyogott. Így mondották el az emberek, és keresztet vetettek hozzá. Az egész környék megindult föl a fekete völgybe, a szent asszonyhoz. Mind tőle várta a gyógyulást, a segítséget, a csodát. És az asszony valóban megmondta mindenkinek a múltat, vagy amit tudni akartak. De volt, akinek azt mondta, ne keress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől. Végezd a dolgodat, igyekezz tiszta lenni és becsületes, mert azoknak könnyebb a halál. A pópáról azt beszélték, hogy még azon a vasárnapon, mikor rázuhant a tölgyfakereszt, bekötött fejjel eltűnt a faluból. Volt, aki arra esküdött, hogy a tisztelendő atyuskának a lába kecskekörmökben végződik, mert nem is pap volt az, hanem az eleven ördög. De úgy 4 hét múlva csendőrök jöttek föl a fekete völgyön. A kuruzsló asszony keressük, aki itt lakik ebben a házban. Itt én lakom. Te vagy az? Azt hittem, valami vénbanyát találok itt. Tehát te vagy az a híres. Hány éves vagy? Talán 20. Talán? Micsoda mesterséget folytasz te itt? Varázsszereket adsz az embereknek? Csoda gyökereket? Semmit sem adok nekik. Csak megmondom, amit tudni akarnak, s abból is csak annyit, amennyit az embereknek megtudni jó. Olvasok a szemükből. Maga most azt gondolja, jól megijesztem ezt az asszonyt, aztán azt csinálok vele, amit akarok. Fiatal, szép, legalább nem jöttem föl telcsről ingyen. Az Isten fáját a boszorkányának. Mit beszélsz? Mondjam meg, mennyi pénz van a jobboldali felső zsebében? A boltos attas maga elfogadta, s szemet húj egy csalás fölött. A saját anyja azért lett beteg, mert maga lecsukatta a tulajdon öccsét. Maga azt hiszi, hogy mindezt én bárul. Hallgass, boszorkány vagy! Bocsáss meg, asszony! Annyi csúnya dolog van ezen a világon. Annyi nyomorúság. Jöttek a hírek a faluból. A pópa hazatért, azt akarja, hogy a falu kövezze meg a látóasszonyt. A korcsmában itatja az embereket, hogy a pártjára álljanak. Bangyila tudta, innen menniük kell. Így pakolni kezdtek. Nuca érezte, közeleg a szerencsétlenség. Búcsúzni kezdett magában. Bangyillától, Antontól, Teofiltól, a háztól, egész Funtineltől. Elbúcsúzott magától az élettől is. És egy reggel emberi hangok hallatszottak, a kutya veszettül ugatott. Bűnös asszony! Gyere ki! Felelj az Isten színe és a keresztény emberek előtt! Emberek! Vissza! Kifelé! Az első lövés a levegőbe ment! Kifelé! A második már találni fog! Menjetek haza! Fenyegettek! Lőni mertek a pópára? Várjatok csak! Jönnek a csendőrök! Nuca, szedd össze a holmit! Én benyergelem a lovakat! Teofil, te az állatokat tereled a sűrűbe! Gyorsan, induljunk! Megállni! Anton. Megállni! Ja, eltalált a csendőr. De borzasztó meghalni. Nem látom többi az erdőt, a vadakat. Elmegyek örökre. Itt maradsz, Teofil, ezután is. Csak nem lesz többé bajod az emberekkel. Bangyilla! Eltalálták! Homlokából a vér! Ki ez az ember? Az apám. Bangyilla volt a neve. A banda vezér. Az apám. Hé, csendőrök! Hagyjátok azt az asszonyt! Jaj! Vége. Anton, ugye megmondtam, hogy én miattam halsz meg.
Gyere, asszony. Nem akarok neked rosszat, de be kell kísérjelek. Ehhez az asszonyhoz jussa van az egyháznak és a népnek. Ördöggel cimboráló, templomgyalázó, kuruzsló boszorkány. Mágián kell megégetni, hogy eltávozzék rólunk az ördög bűbája. Ezt kívánja a nép. Menjen a fenébe a nép. A tisztelendő atyuska is jobban teszi, ha odébb áll. Hogy én? Na jól van. Mégis csendőrkézre jutottál. Mégis elnyered a büntetésed. Gyerünk, asszony. Hová temetik őket? Hát, hiszem majd ide valahová. Nem hiszem, hogy a templom mellé... Kérnék valamit. Temessék őket oda, oda az erdő szélére. Megtehetjük, ha ez a kívánságod. Induljunk, asszony. Gondolkoztam azon, amit mondtál, asszony. Az öcsémet kiszabadítom a börtönből. Kilépek a szolgálatból. Hazamegyek. Az édesanyámhoz. Csak késő ne legyen. Az asszony búcsúzott a fáktól, az ösvénytől, a pataktól, a völgytől. Úgy beszélték, amint ment, a virágok mind meghajoltak előtte. És a lábanyomán is virágok nőttek ki a földből. És esküdöztek az emberek, hogy amennyi rigó volt, mind egyszerre énekelt akkor az erdőn, mert szent asszony volt. Annyi bizonyos, hogy néhány héttel ezután ijesztő és csodás dolgok történtek a fiád völgyében. Egy éjszaka kigyúlt a papháza, s akik odaszaladtak, állították határozottan, hogy látták az ördögöt vicsorogni a lángok között. Aztán sorra gyulladtak ki a többi házak is. Összesen 18 ház égett le a faluban, azoknak a házai, akik fönt voltak a pappal azon a napon a fekete völgyben. És még történt valami, egészen érthetetlen és különös dolog, fenn a bükkös szélén. A három sírból, Bangyila, Anton, Teofil sírjából kinőtt három kereszt. De olyan kereszt, amit mozdítani sem lehet, mert gyökere van a földben. Hamarosan ki is zöldültek. És a ház nyomát, ott fönt, a fekete völgyben, lassan fűvel nőtte be az idő. Évek surrantak el, mint a Maroson surran a víz. Egy asszony haladt a partján fölfelé. Aki megkérdezte tőle, honnan jön, nem titkolta. Elmondta, hogy a börtönből, mert boszorkány. Mikor elérte a magyarói hídat, a vasúti töltésen megpihent. Megállt miatta a csúf, fekete, füstöt okádó acélkígyó. A vasutasok káromkodtak. A vonat ablakai nevető emberfejek hajoltak ki. Az egyik ablakból egy vidám arcú gyermek, és ledobott egy tojást. A tojás ott puffant szét előtte, és telefröcskölte a ruháját. A gyermek nevetett. Törnéd ki a nyakadat! Aj, hogy törnéd ki a nyakadat! Ezen a vonaton ma meghal valaki. Meghal valaki. És ez a gondolat valami keserű, vad elégtétellel töltötte meg. A vonat tovább indult, amíg mindig nevető gyermekkel. Az asszony meg gyalogolt tovább. Hosszan gyalogolt, míg fölért a komárnyikra. Ott állt előtte a régi ház. Minden szép rendben volt körülötte. A kémény füstölgött. Úgy érezte, mintha csak fönt járt volna az erdőn, s most hazatérne. Mintha csak egy rossz álom lett volna, ami történt. Benyitott. Hát megjöttél. Hát jó. Hogy itt vagy, hát... Na. Dumitru bácsi. Ülj mellé. Vagy egyél. A polcon megtalálsz mindent. Olyan, mint az álom. Tudtam, hogy visszatérsz egyszer. Megőriztem a házat neked. A jók szaporodtak. Sokat eladtam közben. A pénzt ott találod a látában.
A ház rendben van, a pajta is, minden. És Gás, az Urfi, és maguk Dumitru bácsi, Vénség, Birtalan, meg Iván bácsi? Elmentek mind. Ki így, ki úgy. És az Urfi? Az Úr... Mióta a vasutat megindították, nem járt erre többet. Dumitru bácsi, lehet-e az, hogy valaki egyszer mégiscsak feljő ide? Valaki, aki fiatal, és aki már volt itt, csak nem tudja talán, hogy egyszer mégis feljő. Beszéljen már, Dumitru bácsi, a fiamról kérdezek, beszéljen már! Hát, a kis Úrfi, akit az Úr elraboltatott, s Úrnak nevel. Tudja maga jól, mi van vele? Láthatom-e egyszer még? Egy ember hozta Dédáról a hírt, éppen máma. Az Úrfi tegnap előtt délben fölült Disznajón a vonatra, hogy átmenjen Vécsre a báróékhoz. Egyedül ment azon a mosinán, mert azt mondotta, hogy ő már nagy legény. És? Hát... És? Édesnél azt mondják, kiállt a vonat ajtóba, s a vonat hirtelen megállott, mert valami váltóféle nem volt rendben. Az Úrfi kiesett az ajtón, és ott éppen magos volt a töltés. Már nem is élt, azt mondják, mikor odaszaladtak hozzá. Nyakát szekte. Jaj, Uramisten! Ő volt az a gyermek a vonaton. Meghal a gyermeked, azt mondta a cigányasszony. Mi lesz most? Dumitru bácsi. Nem tudom. Véget ért az idő. Valami véglegesen befejeződött. Olyan volt, mintha szikla zuhant volna az utolsó ösvényre is, amelyiken még visszatérhetne valami. Dumitru bácsi, egyszer itt volt Vénség, és azt mondta, nem otthonnak épült ez a ház, csak szállásnak. Csak szállásnak, így mondta. Igaza volt. Igen. És a szállásokon lejár az ember ideje. Az asszonynak nem volt maradása a komárnyiki házban. Ment faluról falura, erdőről erdőre. Beszélték, hogy látták feredni a boszorkányt a hegyi patakokban. Hol itt, hol ott. Gyönyörű éneket hallottak a hegyekben pásztorok, juhászok, csordások, de soha meg nem találták az éneklő asszonyt. Ha emberrel találkozott, megmondta, mi a bűne, mire számítson az életében, mikor hal meg. Hosszú időkre eleltűnt, hogy más vidékeken jelenjen meg újra. Aztán eltűnt véglegesen. Nem látták már sem az Ursu környékén, sem a Komárnyikon, sehol Fontinelen. Kíváncsi emberek keresni kezdték a boszorkányt mindenütt, de nem találtak rá. Nem találtak rá. Soha többé. Mindezek az idők elteltek már régen. Ma már senkit sem érdekel, hogy élte valaha boszorkány a Fontinelen, vagy nem. És hogy ennek vagy annak a korhadó fakeresznek itt vagy amott, mi a története. Régi életek sok furcsa titkát belepte már a moha, mint ahogy belepte az ösvényeket is régen, melyeken hajdan emberek jártak, ismeretlen célok után, s melyek ma már nem vezetnek sehova. Legyen ez a történet tisztességadás, ácsolt fakereszt az emberi vadonban, múló emléke hajdani időknek.